Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello. Jó reggel. Drága hallgatók, na hiányoztam. Itt vagyok. Ja, itt vagy? Itt vagyok. Itt vagyok, megjöttem, benyomok itt mindent, amit lehet, és már is kezdjük a reggelt. Na, mi újság van? Minden a legnagyobb rendben. Vagytok, jó? Nagyon jól vagyunk. Nagyon jól vagyunk. Istvánnak hiányozták tegnap, ugye István volt. István, igen. Írt. Ki ő? Nem tudjuk, egy csak mondta, hallgató, hogy nagyon hiányzol, és mondta, hogy ma már leszel. Tehát reméljük, hogy ő is itt van velünk. Szia István, jó reggelt! Biztos valami, már másfél perc után írt, hogy nagyon hiányzol neki a műsorból, és gyerekek, hát ez van, az embernek vannak rajongói, az ember szeretik, hát akkor ott már másfél perccel a hiányzás után, a hiányzás konstatálása után már küldik is az SMS gyerekek. Hát ez nem felhánytorgató. Hosszú évek munkája van ebben. Hát az így van. Kitartó és stabil munkája, így van. Kitartó és stabil munka. Ő írt neked, hogy miért nem vagy, és akkor mondtuk neki, hogy ma már vagy, és reméljük, hogy ő is itt van. Ilyenkor én a következőt szoktam csinálni, kis kulisszatitok, hogy megfogom szépen ezt a bizonyos telefonszámot, visszamegyek mondjuk 3 hónapban, vagy 3 hónapra az időben, beírom a telefonszámot, és megnézem az SMS-eket. És ilyenkor általában az SMS-eknek a tartalmából én meg tudom állapítani, hogy körülbelül milyen személyiségű emberről van szó, és mi lehet a probléma. És általában úgy szokott lenni, hogy reggel írok valami vicceset, nem olvassák be. Írok egy másik vicceset, azt se olvassák be. Nem, a következőnél már egy kicsit már megfed minket, az utolsónál meg kiderül, hogy mi vagyunk a legszarabb rádió a világon, de ha beolvastuk volna az első SMS-t, amit ő viccesnek szánt, akkor jobban lennék. Gyerekek, egyszerűen nem, megint ideológiákat gyártatok, hogy miért szeretnek engem, hogy miért hiányzom a hallgatóknak, régi SMS-ek, meg profilképet rajzolsz róla, meg FBI aktákat kérsz ki. Nem, ezt engedd el, és egyszer tudomásul kell venni, hogy megszólás után másfél perccel már valaki beírja, hogy hiányzom. Nem kell lekutatni az SMS-eit, meg fölhívni az anyját, meg FBI-os rajzolót hívni, hogy mi hogy nézhet ki. Nem föl. Nem kell. Pedig akartad. Nincs szükséged, egyszerűen örülni kell az SMS-nek, és azt mondani, hogy Jogi, holnap már jön. Nem kutattuk mi a tökéletességet, tehát ne értsd, nem mentünk utána, de Jani belenézett a SMS forgalomba. Nincs szükség itt profilképre. A forgatás egyetlen előnye egyébként, hogy nagyon jól haladok. Hogy fizetnek érte. Szabad szemmel látható összeget, ez nagyon jó. De hogy nagyon jól haladok a sorozatokkal. Mert hogy tudok sorozatokat nézni közben. Mit csináltok ti ott benne a tévében? Hát sok leállásunk van. Sok leállásunk van, és akkor közben tegnap is ilyen 4-10-kor végeztem, vagy valahogy így. Akkor macerás a műsor, mi? De ma is, holnap és vasárnap reggel most újra forgatok, úgyhogy nincs baj. Úgyhogy azért ne érezzétek, hogy hiányzásom oktalan volt. Viszont ez a Banshee, hát ez... Én mondtam. Megtaláltuk egymást. Ez egy nagyon jó sorozat, úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki nem látta. Szexelnek, verekednek, lövöldöznek. Igazi vagy nyugat. Ennyi az egész. Egy amerikai kisvárosban játszódik, Pennsylvániában talán, Banshee. És minden télen nyilván, mert hogy sielek. Jó csajok, jó nők, jó pasik, az kevésbé érdekel, nagy bunyók, gangsterek, és hát nagyon a legjobb ponyva, az utóbbi évek legjobb ponyva sorozata. Semmi bonyolult nincsen benne, tehát hogy bárki számára közérthető a sztori, simán megérted, bárhol bekapcsolódsz egyébként, de már érdemes az első részt végignézni. 3 évad volt eddig, igen. Most idén ment le a harmadik, semmi bonyolult, mindig. Nincs. Komolyan mondom, hogy tényleg menetrendszerűen minden egyes rész hozza azt az elvárási szintet, amit támasztasz fel kapcsolatban. Kicsit Kalifornia verekedősbe. Tehát ott a jó dumák, jó csajok, brutál jó nők, brutál jó pasik, jó dumák és szex. Ez nagy verekedések, de ugyanúgy. És szex. Tehát ugyanaz a Kalifornia egy véresebb változatban. Viszont arra is rájöttem, hogy unom a Trónok harcát. Ugye? Meguntam. Hát de mondtátok, hogy lapos ez a 5. Laposodik már, nem, most már a Királyvölgy, meg ide mennek, meg az a nő ott azokkal a sárkányokkal, csak ott szenved ez a Denerys, és nem megy sehol, és nem történik semmi. Úgyhogy unom, rájöttem. Nem tudom, te hogy állsz az 5. évaddal, megnézted? Meg, persze, meg. Nekem, nem érezted? De hogy nem érezted, nekem csalódás hogy... volt, hiszen minden harmadik hozta azt a szintet, ami miatt korábban beleszerelmesedtem. Nagyon várom a következőt, pont azért, hogy mennyire sikerül majd helyre zökkenteniük. De ilyenkor már nem engeded el, mikor mondjuk van egy évad, amiben van 10 rész. Nem tudod. Ugye 6-nál azt mondod, hogy gyerekek, ez dögunalom, de én már a 3. tartok, de lehet, hogy elengedem. Igen? Hát nem. Álltok az 5-ben valami nagyon nagy csavar is nagyon jó. Aha. Viszont van egy új, egy Blacklist nevezetű sorozat, és azt is ajánlom, ha esetleg nem nézitek, az is elképesztően jó. Ha nem nézzük, akkor minek ajánlom? Ha még nem nézitek, úgy értem, hogyha még nem látta senki, akkor azt is kezdjétek el nézni, mert az is nagyon-nagyon jó. Blacklist, ez a címe. Ebből azt hiszem talán 2 évad van, vagy 3, nem tudom, elkezdtem nézni, hát jó. De azt jóban nyilatkoztam most nemrég, hogy az amerikai mozi halott, viszont a sorozatok azok szenzációsok, és tényleg így van. Én már egyre ritkábban látok jó filmet moziban. Viszont a sorozatok zseniálisak. Most így visszatérve egy gondolat elég a Trónok harcára, ugyanaz a helyzet szerintem sajnos a Walking Dead-del is, hogy ott is azt érzi az ember, egy picit rétes tészta. Viszont megnéztem a Fear the Walking Dead-nek az első trélerét, hogy ez egy előzmény sorozat lesz majd Walking Dead elé, és na hát... Na az jó. Én a Walking Dead-et már a második-harmadik évadnál kezdtem nagyon unni. Ez a 3 napig megyünk, egy részbe jönnek a zombik, 3 napig megyünk, vajudunk, szóval én azt már ott... valójában az nem egy gór sorozat, hanem ez egy dráma. Ja, egy dráma. Néha zombikkal. Igen. Tehát ez olyan, mint a brassóini a hússal. Na. Nem? Eszed rohadt sok krumpli, de nem jön a hús, a hús. Hortobányi néha friss hússal, amit a hortobányi kedvéért. Igen. Öltek le. Úgyhogy ez az a forgatás egyetlen előnye ez, úgyhogy haladok, és majd ha valami újat látok, akkor mindig kérik a hallgatók, hogy mondjam, hogy van-e valami új, akkor most lekutatom az összeset, és akkor mondom, vasárnapig még tudsz nézni. Vasárnapig még bele tudok nézni 1-2-be, és akkor tudom mondani, hogy mik a jó sorozatok. Fé, tényleg így tart a televízió csatornát, hogy a beérkező játékosokat a műsorba, és azokat, akik statisztálnak a műsorba, az francia drazséval fizetitek ki. De komolyan, itt tartunk. Francia drazsé? Tegnap ettem francia drazsét, valamelyik játéknak a kelléke volt, és ezt megettem. Arranyosan írták a hallgatók, hogy tegnap előtt volt, hogy megkínáltad őket is. Meg, persze. Én megeszem a kellékeket. Bizonyos eszközökkel... Ja, pingponglabdánál vigyázz, ha lesz megint. Bizonyos eszközökkel ők játszanak, és ha olyan van, tudod, hát a kaja van, akkor azért én arra rámegyek, francia drazséval kellett valamit csinálni, úgyhogy meg is ettem. De megkínáltam az ott időket, hogy fogyasszanak. Köze elsősor puszi téged is, köszöni a francia drazsét. Adtam neki francia drazsét. Az olyan finom az a francia drazsé egyébként, nagyon, nagyon jó. Úgyhogy hát a pozitív oldala a sorozatok újra felfedezése. A Fargót írja valaki, hogy az is nagyon-nagyon jó. Azt még nem kezdtem elnézni. Én azt filmben láttam a Coen testvérektől, de sorozatban nem néztem. És az nagyon jó volt. És abból csinálták vajon? Igen. Ahogy a 12 majmot is megcsinálták sorozatnak, a Bruce Willis-es... Az egy beteg film, ez Brad Pittes, Terry Gilliam-es. 12 majmos időutazás, most megcsinálták 12 részben, így van. Nagyon jó. Én mindig félek ezektől. Ami egy-egy filmből készül és sorozat, attól én mindig egy kicsit tartok, főleg, hogyha nagyon tetszett a film. Ugye, hogy utána mit csinálnak? Mit csinálnak belőle? És szép, kerek egész történetet, hogy tudnak továbbvinni. Viszont a nagyágyú még egyelőre nem lőttem el, a nagyágyút, az ma jön ez a Wayward Pines, ma kezdem el a 3.-4. részt, a Title-ban, az 5-ben szintén egy olyan brutál jó csavar, hogy... Nagyon jókat lehet róla olvasni. Az is nagyon jó. Én se. Nem láttad még neki? Nem. Én is vagy évek most az utóbbi időben ugye lenyomtam a... Az új Twin Peaks. Lenyomtam a Banshee-t, meg a londoni rém történeteket, a nyomom, a Penny Dreadful-t. Most ez elég katyvasz lett, sajnos a második évad, de hát mindegy. Ez a Wayward Pines, ez is egy jó sorozatban. 3 részt megnéztem, és alakul. Egy modern Twin Peaks. Próbálok veletek jönni ebben a témában. Ebben nem tudsz. De hidd el, hogy sokan értik. Az a jó. Sokan sorozatfüggők egyébként. Mindig, amikor nézem a kis laptopomat, hátul ott a üldögélek, akkor jönnek oda, hogy ők mit néznek, én mit nézek, és akkor mindig kicseréljük a dolgokat. Na, nagy meleg lesz ma a hőségriadó? Hát már az van. Az ország egy részében már 3 fokú figyelmeztető előrejelzés van, fogalmazom pontosan, jó? És ez mit jelent? Hogy figyelmeztetnek, hogy előre kell jelezni a 3 fokot? Hogy észnél legyél. Jó? Hogy vigyázzak, mert meleg lesz. Így van, akár 40 fok is lehet már a hétvégén. Jaj, de jó. Már mondjátok el hétfőn, hogy milyen volt. Ja, nem mondjuk el. De majd megírjuk. Mikor hétfő reggel ébredsz, otthon nem kell menni sehova, hogy elolvasgass, hogy mit csináltunk. Hogy mit csináltatok hétvégén. Tényleg hétfő reggel küldjetek el, mintha itt lennénk a rádióban. Mert ugye jövő héten pihenünk? Ja. Egy hét pihi. Hát mi már Mától a Jánossal még vasárnapig, de aztán hétfőtől már te is. Igen, egy hét pihenő van. És most olyan sokáig is ilyen jó idő lesz, azt hiszem, ugye? Igen, igen, a jövő héten végig. 40 nem lesz 30-40 semmi probléma. Na, jókor megyünk Szabira? Bizony, beletrafáltunk. Most valahogy így ez a dolog összejött. Na, viszont két mondatot beszéljük már itt egy hete vagy egy fél hete mondjuk erről szól minden, és mi tényleg nem dumáltunk még róla, erről a mexikai drogbáróról. Erről a kis másfél kilométer hosszú alagútról Rákos is ugye most behozta a hírblokkunkba, vagy később beszéljük, hogyha esetleg nem fér bele. Bele, abszolút. Másfél kilométer hosszú alagút, amiben simmal lerakva, amiben van légkondicionálás, van benne világítás, és egy kis motor is rá van szerelve, egy ilyen sinautó módjára sinmotorként funkcionált benne, egy zuhanyzójából egy pontosan másfél kilométerrel távolabb lévő építési területre vezetett. Azért nagyon komolyan aládúcolva. Tehát ott az nem úgy volt, hogy valaki kiásta, az egy komplet mérnöki gárda dolgozott rajta, hogy oda találjanak az uhanyzó aljába. Egy komplet mérnöki gárdának a családtagjait kellett elrabolniuk ahhoz, hogy igen, is fogva tartani, megfenyegetni. Óriási, mert hogy az ilyen meló az A zajjal jár, B rezgéssel. Tehát, hogy azt senki nem vette észre, hogy másfél kilométer alagutat kiépítenek, vízvezetéken. De észrevették, erről tudott mindenki. Tehát ez nem ugyanaz a sztori, mint amikor a két amerikai csávó megszökött a börtönből, és hajott ott egy smiley jelet. Aztán őket ugye elfogták egyébként. Az évszázad szökése volt. Ez a pali, ez fél Mexikót a kezében tartja, 600 börtönőr az ő barátja, 400 politikus, és ő bár egyszer megszökött egy börtönből, ugyanígy. Ő mindig börtönbe vegy, csak mindig több pénze van, mint amennyi börtönőr, meg börtön, meg nem tudom mi, meg politikus egyszerre, és ő ezeket szépen megveszi, tehát őt berakták a cellájába, és ő ott ült, miközben három börtönőr, ember, drogbár ásta neki a légkondicionált alagutat, majd ugrott egyet, besétált, és kiment. Nem engedték ki akkor? Na, de ezért csak volt valaki, aki nem örült volna ennek a távozásnak, nem ássák meg ezt a másfél kilométer hosszú alagutat. Tehát, hogy azért... Szenzációs, hogy ott pénzzel mindent el lehet idézni. Ez nagyjából ugyanaz, mint a dél-amerikai börtönök. Hogyha pénzed van, jacuzzit van, meg egyben nyithatsz két cellát. A pali bement, de hát mivel nagyon sok pénze van, és nagyon befolyásos, így pillanatokon belül ki is jött. És csak kimenekítették, ez már a második szökése. És hogy nehogy véletlenül elfáradjon a köpcös becenévre hallgató drogbáró, egy motorral tette meg azt a másfél kilométer hosszú utat. És hiszem szökés után 2 órával már az Isten posztolt egy képet, hogy a családjával zserözi. Az is, tehát, hogy mennyire nem érdekel az, hogy mit gondol rólad a hatóság, azért egy ilyet kiteszel, annak van egy telefonszámért, azt lehet azonosítani. Másfél órával a szökés után családi kép, hogy sörözöm anyával. Hát ezt érted. Nagyon óriási. Még azért most hozzátartozik, hogy azért nem egy nemzetősről beszélünk, hanem egy kőkemény, egy nagyon-nagyon durva és nagyon-nagyon gátlástalan bűnözőről. Na jó, de filmszerű a dolog. Tehát, hogy azért tényleg a Mexikóban, hát ott tudjuk azért, hogy mennyire igazából a politikusok és a katona, a rendes katonai haderő az mennyire nem tud semmit csinálni egyébként az ottani drogmafiával. És hát, vagy tudna, csak nem akar, mert a lóvé meg nem, tehát vannak falvak, ahol meg vannak városok, amiket ez a drogmafia ural. Hát azért ők róluk tudjuk, hogy egyrészt bereteltesen kegyetlenek, kettő van olyan... A lozzetász kemények. Így van, meg sem támadnak különböző városokat, falvakat, mert tudja a katonaság, hogy nincs effektíve lehetősége visszafoglalni mondjuk a zetásztól azt az adott város, vagy az adott falut, vagy az adott negyedet, környéket, megyét, és ott a zetász osztja a dolgot, a pénzt, a kábítószert, a nőt, a fegyver, minden. És oda nem vonul be a katonaság. Azt mondják, hogy ezt elvesztettük, hagyjuk, csinálják. Az az ő területük. És akkor ilyen kis helyi urak ott. Mini államok vannak Mexikon belül. Tehát, hogy olyan szintű erőt képviselnek egyébként Mexikóban, hogy még ugye Texasban is számolnak velük, és például Texas kormányzója mondta azt, hogy ők folyamatosan figyelik a Los Zetasnak a támaszpontjait, meg az érdekeltségét, és adott esetben arra is fel vannak készülve, hogy mondjuk az amerikai nemzeti gárda légicsapást mérjen rájuk. Abban a pillanatban, ha esetleg megindulnának az amerikai határ felé. Ott volt valami magyar nő ebben a zetászban, emlékeztek? Az volt valami sztori. Az Zita volt, nem? Ezt valami félreolvastam. Zitasz? De volt egyébként. Volt. Egy magyar nő, méghozzá vezető pozícióba került ez a nő, aki Magyarországról költözött ki, gondolom nyilván valami jó kis szombréros fiatalember kedvére, aztán beépült a csapatba, és valami egészen komoly pozíciót ért el. És mi lemények? Hát szerintem azt hiszem elkapták. Elkapták őt? Igen. Aha. Szóval kemény a sztori, kemény, de hát őt nem nagyon lehet börtönben tartani, tehát megvette a börtön szerintem. Csak ne csinálj belőle filmjátékot majd, ebből a szökésben, mert volt már ilyen egyébként, biztos emlékeztek a Mark Wahlberg féle Pain and Gainre. ez a film, és egy ilyen filmvégjátéknak készült, miközben ott az egy nagyon-nagyon durva eset volt, egy magyar származású üzletembert és az ő magyar barátnőjét nyírták ki, illetve fogták el őket, aztán túlszul ejtették és pénzt követettek érte, aztán a vége az lett, hogy mind a kettőket megölték. Ebből Hollywood csinált egy filmvégjátékot. Jó, az nem tovi nem. Na mit ismétlünk, mi volt tegnap, mert itt van már bekészítve. Egy nagyon jó kis semmi említésre méltó, tudod, hogy nem voltál. Ez csak István kedvéért. Na jó, de hát a szabályos szabály. Persze, persze. Ismételni kell. Mi lesz? Azt mondja, hogy mit tettünk meg a párunkért? Már szabadságon van. Mit tettünk meg a párunkért? Ja, igen. Julinak is volt egy nagyon jó kis története, meg Annának is. Számomra ugye, mint rocker számára, Annának a sztoria állt a közelebb. Aki nem tudott letérdelni a passzos pandexgatja miatt egy ameltál koncertre. Onnan indult el a történet, hogy van egy amerikai katona, aki elvonult egy évre Afganisztánba, nyilván védeni a hazáját és pénzt keresni, és itt hagyta a kissé molett feleségét, aki a gyerekszülés után elengedte magát, de óriás szerelem volt. Ebben az esetben költői túlzás. Hát jó, most nem mondhatom azt, hogy egy érted, nem mondunk hölgyekre. Ilyeneket visszajött apu. Visszajött apu, és egy gyönyörű nátszálvékony csajt talált, ugyanis 45 kilót ledobott anyu az egy év alatt, de úgy, hogy nem szólt róla a férjének. Ugye nyilván nem skype-oltak, nem küldött magáról képet, óriás csicsergés, szerelem telefonon, apa hazajött, és nem hitte el, amit lát, mert 45 anya kiló. Mellett elment. Igen. Csak a gyerekekről tudtam beazonosítani. Istenem, és anya már egyetül... Nem, ez volt a meglepi. Igen. Aha. Igen. És akkor, hogy mi az, amit megtettél már a párodért, úgyhogy nem kértem. Illetve összeszeded, de vannak már nagyon jó krémek, amikkel ezeket el lehet mulasztani. Na, akkor megmutatjuk ezt a kis részt a tegnapi adásból, jó? Ha valaki pedig közben már jelentkezik játékra, tegye meg nyugodtan, mert hogy fekete-fehér igenemet játszunk majd Ákos hírei után, úgyhogy jöhetek az SMS-ek, mi pedig jövünk vissza mindjárt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 6:33, itt vagyunk újra már élőben, és lehet jelentkezni játékra, ha valaki játszana velünk. Hogy állunk? 2-2. Ma eldőlhet, hogy akkor hozzuk-e még a hetet? Tegnap is nyertünk. Tegnap előtt ugye az első két napot azt valaki elbukta a csapatból, egymás után ő játszott, a másik két ember pedig szépen visszahozta. Nagyon helyes, jó van. Jó van, akkor dolgoztatunk. Van értelme, hogy így van az elvárásoknak. Ha már játék, ne felejtsük el, de szerintem egyébként már minden egyes hallgató tudja az országban, aki ott szeretne lenni a 30. a magyar nagydíjon, a Hungaroringen, hogy ma utoljára sorsolunk ki a 3-as ugrásban Forma 1-es jegyeket. Plusz... Hát most VIP jegy lesz. Bizony, nem csak egyszerűen góltribünös jegyeket, ugye 2 fő részére szóló 3 napos belépőket fogunk is sorsolni, hanem VIP státuszú góltribünös jegyeket. Igen, VIP jegyeket. Kajapia. Így van. Kajapia melódia, mi volt ez? Olimpia. Geszti, vagy Kajapia melódia, valami repülőkdal. Na jól van, lehet jelentkezni játékra, jó, ha valaki játszana velünk, írjon SMS-t, küldjetek friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 7 perc múlva, pontosan 7 óra, trafifax van. A 4-esen Kisvárdánál a 316-os kilométernél rendőrautóból, Skoda 445, küldte nekünk, valamint Moson udvaron mérik az Óvár felé haladókat. Miki. Köszi, mi pedig játszunk, már is itt van a 7 utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Balázs, hello! Hello, Balázs vagy? Én nem, én Daniel. Dani, hello Dani, honnan hívtál minket? Ciao. János Somorjáról, amúgy kint Ausztriából. Megszokott dolog már, hogy... Igen, igen. Határ melletti falu, úgyhogy... Aki nyugatról telefonál, azt szinte minden mondja, hogy... Mindenbe állok, kérlek szépen, csipkedjük a zöld szüret van. Zöld szüret van, kint dolgoztok föl. Igen. Na és kivel szeretnéd zárni a hetet? Hát én szerintem maradok veled. Dani, azt mondod, hogy játszunk egy utolsót? Igen. Jól mondod. Döntsük el, hogy mi legyen? Igen. Játszottunk már valamikor? Még soha. Soha. Jól van. Oké, na, indítjuk az órát. Jó játékos vagy? Hát nem tudom. Most kicsit megmondom őszintén, izgulok. Izgulsz, kiderül. Mehetünk? Mehetünk. Jani, Tritúban feljön. Itt vagyunk. Jó reggelt, Balázs. Jó reggelt. Szeretném kérdezni, hogy keltél fel reggel? Jól, köszönöm, jól. Kicsit fáradt voltam, de jól keltem. Te hánykor kelsz? Én 5-kor kelek. 5-kor? Az jó korán van. Egy picit, igen. Ott a vége. Aha. Ennyi? Gyerekek, igen. Ennyi? Hát ennyi, hát nincs itt mese. Van ott egy gombköröm. Jó, ez van. Kell, beütjük a hetet. Jövök, érkezek. Ez nem volt pirítás. Nem nagy. Hát, ez nem. De legalább nem. Választ kaptál a kérdésedre, hogy milyen játékos vagy. Igen. Muszáj volt, gyerekek, mert egyszer hozni kellett eltet, nincs mese. Vesztésre álltunk, úgyhogy meg kellett, hogy érkezzek itt pénteken. Úgyhogy rendeztük a sorokat, és ez 3-2. Danikám. Hát, további szép napot nektek. Köszönjük. Picit elkeseredtél? Picit, de hát mindegy, megy a munka tovább, péntek van, úgyhogy... Helyes. Hétvégén pihentek? Hát lehet bulizunk egy picit inkább. Bulisztok, jól van. Bulizunk, de van. Ide haza vagy ott kint? Nem, ez itt van 5 kilométerre János Somorja. Úgyhogy otthon bulizunk. Jó van. Köszi a játékot. Én köszönöm. Ciao. Minden jót nektek. Szia. János Somor évek óta város és nem falu, egy helybeli írta nekünk. Na, gyerekek, hát most már ezt is tudjuk. Azt mondja, hogy a Szederák család és Levente elindult az ausztriai Family Parkba. Az emeljesen közlekedés kitűnő szép napot nektek. Szederákék, vigyázzatok magatokra, és jó szórakozást odakünt. M5 Budapest felé jól járható, hatóságmentes lőni. Trafipaxa 4-esen Kisvárdánál, ott is vigyázzon mindenki. Leventének külön jó szórakozást kívánunk, mert ő szerintem nem a Szederák családnak a tagja. Ő külön megy, így van. Na. Jól van, 4 perc pontosan 7 óra, jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 7 óra múlt, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a hét utolsó napján, jövő héten nem vagyunk, Szabin vagyunk. Úgy néz ki, hogy jó időt választottunk, mert hogy meleg lesz, és lesznek majd morning show-s pillanatok, az elmúlt 1-2 évből válogattunk újra, úgyhogy gondoljatok ránk, mi is gondolunk rátok, és bírjátok ki nélkülünk, de nem lesztek morning show nélkül, mert hogy hát dolgozunk. Így van. Vagy pihenünk, de helyettünk dolgozik a saját hangunk. Nincs gond, örüljetek neki, ahogy az előbb is örült Bon Jovi. John Bon Jovi. John Bon Jovi örült ennek a számnak, igen. John Bon Jovi mindig jó, kell, hogy kijöjjön majd valamikor egy ilyen válogatás album. De jó vagyok. Igen, hogy John Bon Jovi mindig jó. Jó sok slágerük van, gyerekek. Kevés olyan zenekar van egyébként, akiknek meghallod egy számát, és abban a pillanatban mindig így fülig szalad a szád. Tehát, hogy jó kedved lesz tőle. Mostanában nagyon kevés ilyen típusú rockzenekar van sajnos. Aki emészthető mindenki számára, és tényleg jó kedved lesz tőle, és csak a buli. Hát azért nem éreztem most olyan nagy buli kedven. Jó, de azért meg 2 hete forradalom. De Boncsovitól azért úgy nem pattanok fel az asztalra. Örülök, meg szeretem. 4 héttel ezelőtt itt táncoltál volna az asztalon. Az igaz, itt roptam volna az asztalon, igen. Na, azt nézem, hogy mit írnak a hallgatóink, mi a helyzet az utakon, ki merre megy, és mi van. De nincsen nagyon semmi irány, a Hungaroring. Csináljuk meg, hogy mi is ott lehessünk, írja nekünk valaki. Már most nagyon sok a jelentkezés a Forma 1-es játékra, de hát az csak a jövő órában lesz. Úgyhogy, de írhatok ettől függetlenül, nyugodtan jelentkezetek. Érthető a lelkesedés. Hát VIP-jegyeket sorsolunk, góltribűnös VIP-jegyeket. Az gyerekek nem semmi. Az nem semmi, kajapia, góltribűn. Ez lesz. Ugyanazt a sajtos tekercset ehetitek majd meg kaszinótojást, mint a massza. Nem teljesen, de majdnem. Igen. Na jó, be hát. Majdnem ugyanazt a francia salátát, igen. Ha massza is átjön a góltribűnre. Hát lehet, hogy téved, nem? Ritkán járnak arra a pilóták, de lehet, hogy most massza van annyira jó arc, hogy följön a tribűre és bemegy a VIP sátorba. Inkább magyar hírességek, politikusok, és nem tudom. Elnézést, abban a nyokkiból a massza kér, akkor én is. Jó kis nyokki, igen. Gyöngyösi kiváló, hatóságmentes az M3-as Budapesttől, Gyufa küldte nekünk. Aztán öttevény és Abda között reggel óta van egy autó az árokban, forgalmat nem zavarja, de sokan nézelődnek. Ez az autó nem hiányzik senkinek, kérdezi egy hallgatónk. Hát lehet, hogy nem. Megunta meg át. Persze, rosszul állsz ez a trafi. Így van. M5-ös Budapesten jól járható, Trafipaxa 4-esen Kisvárdánál, és Moson udvaron mérik az Óvár felé haladókat. Ezt pedig Miki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na. Azt mondja, együtt megyünk Szabira, fiúk, jó pihenést nekünk. De jó, jól van. Nektek is jó pihenést. Jó pihenést magunknak? Igen, jó. Meg nekik is, akik most mennek pont Szabira. Az most egy jó időzítés. De főképpen Leventének, aki a Szenderát családdal tart éppen Ausztriában. Jó, jó az ausztriai park egyébként nagyon, nagyon. Sopronból lehet átmenni, Magyarországon is meg lehet szállni, külföldön is gyerekek imádják, kultúrát, szép. Vannak napvédett helye? Persze, csomó fás terület van. Nem értem, fedett hullámvasút. Nem, nagy fák vannak, árnyék van. Befették a viharvasutat. Őrült viharvasút van, és nagyon durva, a barlangvasúton ott nem süt be a nap. A hihetetlen. Óriáskerék tetővel. Nem, tényleg jó, és úgy nem is nagyon reklámozzák magukat Magyarországon. De egy jó családi kirándulással jó egyébként. És nem is annyira horror ahhoz képest, hogy Ausztriában van. Tehát nem annyira durva, hogy bemész és 100 000 forintot költeszel úgy, hogy még nem ültél föl semmire. Bemész, egy jegyet veszel meg, és akkor bent ott már mindenre ingyen fölülhetsz, ha kiállod a sort, de nincs az, hogy beállsz. Papa beáll a hullámvasútra, és még 4 óra múlva is a sorba áll. Tehát nem ilyen. Ilyen kis családias. Jó, tényleg jó. Így van. És ha mentek kifelé egyébként, akkor majd borítsatok le egy lébény felé, jó? Egy balost, és akkor megnéztetek egy gyönyörű szép románkori templomot is. Hát az semmi. A gyerekeket biztos, hogy érdekel. Az biztos. A gyerekeket adott rohangálnak. 10 év között. Hűvös van be. Az mindenképpen szép egyébként. Tényleg ne hagyjátok ki. Na, várjátok egy kicsit, jó? Addig valami. Persze, jó, addig dúdoljunk egy Bon Jovi számot. Oh, living on a prayer. Ja, én már itt nem tudom, itt már én elakadok, de ezt nagyon szélesen éneklem együtt. Na, egy érdekes hirdetést láttunk, és szeretnék utána járni annak, hogy valójában valaha valaki talált-e már meg valakit így. Ez így most lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de rajtunk is egyébként a Morning Show SMS falán keresztül nagyon sokan keresnek általában buszon, BKV-n látott embereket, ugye? Ami azt jelenti, hogy vagy átnézett rád az autóban, vagy átköszöntél neki, vagy pedig mit tudom, rád mosolygott a 7-es buszon, vagy melletted állt, nem tudom, a Széchenyi fürdő bejáratánál. És van most egy fiú, aki állítólag a Sandon a nyakába kéreckedett egy lány, és őt keresi. Mert hogy beült a nyakába egy lány. Egy koncerten? És egy koncerten beült a nyakába egy lány, és őt keresi, így van. Azt mondja, hogy azt írja, hogy én vagyok az a barna hajú, barna szemű srác, akinek felkéreckedtél a nyakába, ja nem is azt mondom, egy budapesti koncerten, mindegy, és ott maradtál jó sokáig. Piros Converse volt rajtad és farmer, a felsődre nem emlékszem, csak a mandula szemedre, aminél szebbet szerintem soha életemben nem láttam. Miután lejöttél a nyakamból, azt mondtad, hogy hozol egy fröccsöt, és aztán elkeveredtünk. A koncerten és az afteren vagy 3-ig kerestelek, már tuti hazamentél, de nem találtalak a tömegben. Szeretném meginni veled azt a fröccsöt, vagy kávét, vagy kakaót, vagy narancslevet, és utána meglátjuk. Kérlek, ha magadra ismersz, mert nincs még egy olyan lány, akiért kiplakátoznám a félvárost, itt Benedek, így hívnak, és elküldte az e-mail címét, Benedek, hát ez egy igazán romantikus történet. Azóta nem mostam tarkót. Igen. A párnámhoz dörgöltem a nyakamat, és azóta csak rád gondolok. És maga a levél egyébként nagyon cuki, nagyon romantikus. A lány nem keveredett vissza a fiúhoz aznap este, viszont kiplakátolta a félvárost, hogy szeretné ezt a lányt megtalálni. Aranyos egyébként a sztori. A lány valószínűleg a fröccs helyett valami töményen mellett döntött. Hát, vagy lelépett, tehát lehet, hogy ez volt a lelépő duma, én ezért sajnálom előre is egy picit Benedeket, mert itt valószínűleg az történt, mert ha én meg akarlak hívni egy fröccsre azért, mert a nyakadban ültem egész este, ami hát ugye valószínűleg a nettó 110 kilommal, akkor azt mondom, megnézném, hogy egész este valakinek a nyakában utána azt mondom, hogy te Balázs, nagyon rendes vagy, köszönöm szépen, gyere, ígyunk egy fröccsöt, megfogom a te karodat, és odarángatlak az első pulthoz. Ehelyett a csaj azt mondja, hogy maradjál itt, majd hozok egy fröccsöt. Hát vagy összefutott pámkapóval. És nem tudod, ki és együtt táncoltak tovább, mi? Úgyhogy szerintem van benne egy ilyen kis dolog, hogy lelépett a csaj. Hát lehet, vagy lelépett, elkeveredett, igen, lehet. De a sztori nagyon szép. Nem tudjuk, hogy mi történt. Mindenesetre a végeredmény szempontjából igazából mindegy is, mert a srác nem találja, a lényeg, hogy ő keresi. És ez annyira helyes, hogy ő kiplakátolta a félváros, azért szerelmes lett magába az életérzésben. Mi megkerestük ezt a fiút egyébként, mert hogy ő hagyott egy e-mail címet, és Juli, te beszéltél vele, ugye? beszéltem vele, visszaírt nekem. Ja, visszaírt, tehát igen, kommunikáltál vele, igen. Volt valamilyen kapcsolatfelvétel köztetek. Írtam neki, és ő hamar válaszolt is azzal, hogy nagyon szépen köszöni a lehetőséget, és nagyon-nagyon hálás nekünk azért, hogy mi lehetőséget biztosítunk neki arra, hogy megszólaljon, de hogy ő nem egy szereplős fajta, ő úgy érzi, hogy össze-vissza hebegne, habogna. Aha. De nagyon reméli egyébként, hogy ez a bizonyos lány majd jelentkezik, úgyhogy az e-mail címe továbbra is él, de hogy ő nem szeretne így kiállni a nagy közönség elé. És aztán még megkérdezte, hogy van-e piros konverzed. Aha. De helyes volt, aranyos, kisrác volt, tényleg? Igen, olyan szép, hosszú, összetett mondatokban válaszolt, tehát nem is értettem, hogy miért nem vállalja. Én tudom, mi lehet. Ő egy fiatal srác lehet valószínű, aki kicsit belezúgott abba a csajba. Beül egy csaj nyakadba, és azonnal belezúgsz. Tehát valószínűleg fiatal volt. 40-es, 50-es, 35-ös, 40-es pali már azért ezen túl van. Hogy belezúgjon egy paliba, aki mondjuk a nyakába ül. 91, ugye valószínűleg 91-ben született. Ott van benne, hogy 91. Akkor egy 24 éves. Igen, akkor jól tippeltem, hogy ilyen 23-24-25 éves pali lehet. A csajszi beleült, vidám volt, nevetett a nyakába természetesen, és belezúgott, mert ilyet egy kiégett 40-es már nem csinál, nem? És idézőjelesen kiégett, nem magunkra mondom, meg nem a 40-esekre, csak hogy azért a 40-esen már túl vagy, lehet egy válláson, már volt, azért, csajod, már szeretőd, szerelmed, már valaki belőle a nyakadba, attól azért már nem lesz azonnal orgazmusod. Ez egy tipikus tinisztor, nem? Csak másra majd lerohad mind a két csukján. Na látod, el kell gondolni, már nem tudok elmenni edzémbe, a csaj beült a nyakamba. Hívom kell a csaj. 40 évesen valaki belőle a nyakadba, akkor nem plakátolsz, a Csontkovácshoz mész másnap. Na, de hogy ő kiplakátolta, sok helyre tette ki, mit mondod? Sok helyre tette ki, és ráadásul rengetegen meg is osztották, úgyhogy szerintem ő nem is készült arra, hogy ebből ekkora felhajtás lesz, úgyhogy valószínűleg egy kicsit zavarba is van ettől a szitútól. És a lány? Semmi? Hát egyelőre várja, hogy jelentkezzen. Aha. Írja már rá még egyszer, hogy te vagy a Juli, beszéltetek, és hogy mi van a leányzóval, mert hát ha meg volt, jó, vagy hát ha megvan azóta egyébként. Ha megvan, egyébként azt írta, hogy ha megkerül, akkor mindenképpen ír nekünk. Akkor szól nekünk, hogy a csajszi megkerül. Igen. Na. Igen. Valaha valaki talált már meg így nőt egyébként, vagy pasit, hogy rám nézett valaki. Szerintem. A hetes buszon, elküldöm a Balázséknak. Ferének piros konverze van? Bizony. Aha, és arra emlékeznem. Szerintem arra emlékeznem. Volna nyakába. Az biztos. De a fröccsöz szerintem az izé. Én viszont elvittem volna fröccsözni. Tehát nem az, hogy máriál itt kis haver, és akkor jövök a fröccse, hanem oda mentem. Hogy nem ment volna, nem? De akkor elhúzom a lábánál fogva. Miért akarsz megrontani egy 25 éves fiatalt? Egy fröccsel? Nem azt mondtam, hogy lefekszem vele, csak iszunk egy fröccsöt. Mondjuk akinek te a nyakába ősz, igen, ott nincs menekvés, az fröccsöt kíván többet is. Ott intravénásan kell tolni a fröccsöt, igen. Mondjuk ez nem lett volna nagyon nehéz, mert Ferilába leér. Ezt akartam mondani, úgy viszont könnyebb. Az is igaz. Kicsit ünni a lehajol. Szóval, hogy valaki meglette már így valaha. Nagyon, szerintem nagyon-nagyon kicsi rá az esély. Kicsi rá az esély. Én elképzelhetetlenek tartom, hogy valaki mondjuk ide megírja a kedves hallgatóink közül SMS formájában, hogy mit tudom én, keresem azt a nagyon csinos, 20 éves külsejű lányt, aki rosszabbot tekintettel nézett rám tegnap, amikor a másodosztályon felálltam, és maradt utánam két hatalmas tócsa a műbőrülése, és a többi, és éreztem, hogy valami lehet köztünk, írja nekem. Ilyen nincs. Szerintem ilyen egyszerűen nem működik. Nem lesz. Nem lehet. Annál is inkább, mert szerintem ezek a pillanat szülte ilyen kis ilyen tétova ismerkedési próbálkozások, formák, ezek mind olyanok, amiket szerintem egy picit úgy túl misztifikál az ember, hogy így tudod, hogy összeakad a tekintetünk, egymásra mosolygunk, és udvarias, kedves a lány, ennyi. De hogy hajlamosak vagyunk, főleg, hogyha szinglik vagyunk, akkor hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy ezekbe egy picit többet gondolunk bele, mint amit. Magában a helyzetbe is beleszeret szerintem, nem? Hogy odajött hozzád, jó fej volt, aranyos mandula szem, ugye? Ezt megjegyezte a Benedek, és fölkérdezkedett a nyakadba, van egy közös koncertélményetek, maga a sztori jó, szerintem jó a helyzet, amiben 24 évesen bele lehet szeretni. Meg a férfiak ilyenek egyébként, érted? Most itt olyan 4 órán keresztül utazol valakivel a villamoson, vagy az autóbuszon, és mikor leszállsz, már végiglapoztátok a fél Kámasz útrát. Már te fejedben legalábbis. Igen, általában egyébként palik keresnek csajokat. Tehát soha nem csaj keres palit, hogy ültem a hetes villamoson, rám néztél a meleg, barna szemeiddel, és ennek más is lehetett volna vége ennek a mondatnak, hogy meleg, barna szemeiddel, és olyan helyes voltál, és éreztem, hogy szívem szerint már nem tudom, mit csinálnék. Igen. Gabi vagyok, keres meg. Tehát általában a fiúk keresnek így csajokat, igen, nem? Hogy ez a csajoknak ciki, vagy a csajok nem merik ezt így bevállalni valószínű, nem? Még nem életszerű, hogy mit keresem azt a 90 kilós rácot, aki tegnap ezt a koncertet az én nyakamban ülve. Néztem. Figyeljetek, annak idején még a Danubiusban, ahogy kívánságműsoroztam, egyszer volt egy csaj, aki a 7-es buszon gabajodott ilyen szemszerelembe. Ő mondta így, hogy szemszerelembe estünk egy fiúval. Egy szót nem beszéltek egymással, csak ez a klasszik. Kicsit ránézel, oda mosolyogsz, és utána a fiú leszállt. És ő betelefonált a kívánságműsorba ez a csaj, és elmondta a sztorit, és mondta, hogy ha esetleg hallja a fiú, akkor jelentkezzen. A fiú nem hallotta, viszont valami... az apja, igen? Igen, igen, és nagyon megcsinálta a lányt. Viszont a buszvezető, igen. Hát ott is boldog házasságban. Viszont egy ismerőse hallott, aki ráismert a fiúra, tudta, hogy arra jár, és ő hívott vissza bennünket a kívánságműsorba, és én összehoztam a telefon. Az ismerős. Nem az ismerős, hanem a srácom. Te felvetted a kapcsolatot a lányul, és levartam. Úgy, de szép volt. Ja, most miért kell kivenni a sztori élét, még ha így is történt? Igen. Gyere babám, Feri papához. Kisrácem lesz meg, de úgy tudom, egy lúzer volt, viszont bejössz a damba 10 óra után beesett a fújtalán kicsit. Nem találtuk meg szívem, de én vagyok Mr. Vigasz. És ha megteszed ezt, akkor még egy aláért abaházi kártyát is adok neked. Kell itt való lenni egy darab biuszos nyakba akasztónak. Szóval nagyon ügyes vagy, Bögreics lesz. Hát igen, hát igen. Hát csak a romantika. Szóval csak a romantika, igen. Gyerekek, hát a Garami is azért ugye tudjuk róla, hogy nála vendégként több nő volt a pult alatt, mint a pult fölött egyébként még régen a Danubiusban, ugye? De hát már Gáborunk leszokott azért erről, tehát ő is hozott már össze már így magának azért. Már kultúrát, már nem a Klassz FM stúdiójába hordja őket. Ő igen, az de régen, Mr. lesz igaz. Régen azért ott is oda lehetett érni. Ha ügyes voltál, hálás is, és jó beszélőket voltak, odaértél a Garamihoz. Múlt alá finoman. Na, szóval, hogy... Igen, általában ez egy romantikus dolog, de valószínűleg több van benne, és Benedek is, hát ha hallgat minket, már pedig ha megígérte, hogy válaszol nekünk, akkor lehet, hogy még hallgatja is a lányt, akkor ebben valószínűleg több van, és ha már újra randiznátok, és találkoznátok, akkor lehet, ez egész egyébként nem szólna semmiről, üres lenne, és maga a pillanat miatt van ebben több, nem? Tehát nem hiszem, hogy utána ebből azért olyan nagy találkozás lehet. Bár aztán vele se tudja, az is lehet. Idanak már nekünk olyanok, akik esetleg megtalálták így egymást. Vagy tényleg ültetek a villamoson, rátok nézett egy meleg, barna szemű, csillagszemű fiú, és utána találkoztatok vele újra. Vagy nagyon jó randi lett belőle, vagy az egészet megette a fene, megszólalt, és kiesett a kapa a száján. Igen, mert ilyen is, hogy randizol vele. Tessék, sokáig stirölt, és aztán oda ment. Ugye van vélete, mert láttam, hogy egyet nem kezel. Hát igen, de hát azért ezek szerintem sokszor csalódással végződhetnek, nem? A mandulat szemű csaj tényleg, igen, aki néz téged és megszólal, és olyan buta, mint a föld. Szegény lány, nem is tudunk róla semmit. Melyikről? A lányról. Melyik csajról? Hát erről a mandula szeműről. Ja, most én nem erről a mandula szeműről. Miért ő mandula szemű? Igen, ő egy mandula szemű lány. Ja, de én nem róla beszélek, mint buta, hanem hogy általában, ha ülsz valahol a villamoson, és a csajjal végre sikerül a randi, akkor kiderül, hogy egyébként nem. Hát általában nem csalódás az ilyen, mert te képzelsz valamit ugye a lányba, vagy a fiúba, hogyha lány vagy, van egy külső szimpatizálás, az alapján egymásra néztek, és te már tényleg, ahogy Jani mondta, mindent fölépítettél a fejedben, tehát már házasok vagytok, 8 gyerek. És aztán eljön a nagybetűs első randi. És már mezitlán futok a tengerparton bele a naplementébe, és a srác megszólal, hogy hiszunk vagy toszunk, Jézus. Még egyszer, mit csinálunk? Hiszunk vagy toszunk. Tudod? És akkor abban a pillanatban így a sábrán így szerte fosztik. Benedek nagyon cuki. Hány plakátot tett ki? Vagy tényleg körbe plakátolta a félvárost? Ő belezúgott ebbe a csajba kicsit. Ugye? Bele. Hogy Benedek egy kicsit belezúgott ebbe a csajba. De hogy? Csak egy nyak volt vele. Látta csak ő? Egy nyak volt. Egy nyakolás. Egy nyakolás volt. Egy nyak és egy szombolás. Egy nyakolás volt. Semmi több. Lehet, hogy Benedeknek ott van az erogén zónája. Az egyik. Tehát Benedeknek a nyakán van az erogén zónája. Hát még azért egy rövid gatyás csaj, ott fészkelődik, cuki, aranyos a nyakadban. Hát azért az tud szexi lenni, nem? Vihog, nagyokat nevet, látod, hogy életvidám, jó arc, élvezi a koncertet. Hát azért... És nem hiszed el, hogy ez biztos nem a DJ nyúl miatt van. Igen, néha lenéz rád, hogy Bírod még. Na, jó, akkor vigyük el olyan irányba a témát, hogy egyrészt írjanak azok, akiknek esetleg sikerült már tényleg szökőkútnál, Zsanett nélkül, Benedek nélkül, mandula szemű lánnyal, mandula Petrával, bárkivel találkozni. És a másik pedig az első randi, mert szerintem azért ebből több lesz. Tehát több olyan hallgatónk van, aki mondjuk részt vett első randin, idősek, fiatalok, idősebbek, és valami brutálisan kiábrándító volt. Jó? Mert hogy ugye nagyon sokan mentek már, nyilván hallgatóink is randira, várták a nagy őt, volt egy pillantás a villamoson, volt egy levelezés, egy Facebookon bökés, majd eljött a nagy pillanat, a nagybetűs randi, felvetted a legszebb bugyidat, befújtad magad a legjobb parfümöddel, és készültél találkozni a nagy ővel. Ugye? Hát ez egy izgalmas pillanat, mindenki élt már át ilyet. Akár villamoson találkozhatok, buszon, fesztiválon, bárhol, és aztán jött a vihar. Amikor megszólalt, amikor megfogta az evőeszközt, amikor belenyúlt az órába zsebkendő nélkül, amikor tudtad, hogy neked kell fizetni a számlát, mert egyébként úgy jött el randira, hogy nincs nála pénz, amikor elkezdte túrni az órát, megnézte, hogy mit talált az órában, majd vidáman elpöckölte. Ugye? Tehát, hogy ez még a jobbik eset. Ez még a jobbik eset, máshova is tehette volna. Tehát nézzük meg azon kiábrándító pillanatokat, amíg az első randin történtek veletek. Drága hallgató. De nem ám azt, amikor egy forró, átcsókolózott éjszakába torkolott a dolog, és minden gyönyörű volt, hanem amikor 10 perc után azt mondtátok volna, hogy ma indulnom kell. Igen. Ugye? Ahogy Miller Zoli is énekelte. Egy picit tévedés. Egy picit tévedés. Mégsem annyira mandula szemű ez a lány, és sokkal jobb volt távol nézni őt a 7-es buszon, hogy áldogál a forgóban. Nem tudom, hogy volt egy ilyen randis élményem, ami így végződött, hogy 10 perc után mennem kellett. Most azon gondolkozom. Hát azért csak belefutottál valakibe, aki... Hát, fele se tudja, nem voltam ez a nagy randira hajtós. De ilyen nagyon kiábrándító nem volt, hogy tényleg ránézte a húsövességig, amíg megszólalt, és azt mondta, hogy úristen, ez egy kiköpött Sophie Mars, és akkor lány megszólalt. Vazeg, azt hiszem szarba léptem. Az még tud bájos lenni, az nem baj. Az nem baj. Nem nevezném. Azt hiszem meghultam. Sokkal rosszabb tőle. Azt hiszem egy kicsi a bugyiba ment. Az igazán durva, mert belelépni egy jócsa is bele tud lépni. Hát azzal nincs baj, azt mondja a gyereke, ja Istenem, meg kell tisztelem a cipőmet. Azt egy kicsi pipi becsúszott. Un momento, bitassza a frecsent a vége. Na, én erre gondolok, jó? Erre gondolok. Tehát, drága hallgatók. Időt kérek, bocsász. Nagy a baj, nagy a baj. Ott ültetek a randin. Nagyon vártátok azt az adott pillanatot. Jött a nagy ő, és megszólalt. Jó? Ilyen pillanatokat keresünk. Benedek nekünk jó témaindító, reméljük ez a csaj meg lesz, de akkor vigyük tovább a dolgot. Első randi, brutál kiábrándító dolog. Bármi, amit csinált, megszólalt, evett, ivott, fizettetett, vagy olyat szólt be, hogy azonnal érezted, hogy Jézus Isten. Jézus Isten menekülned kell. Egy perc is jövök, elvihetem a szalvettáidat. Sose szerettem anyósom tápióka pudingát, megint meghajtott. Na mi volt ebben? Higany a kúr? Na, ezt írjátok meg nekünk, jó? Kiábrándító pillanatok rendezvú. Benedeknek drukkolunk? Persze, nagyon szorítunk neki. Figyelj, te az mandula szemű, nagyon szép. Te sötétben bujkáló, nyakba ülős, a férfiakat galád módon kihasználós, koncertre járós. Kezdő alkoholista, csajszi. Keresd már meg Benedeket, és írjál már neki egy e-mailt, hogy te vagy az, és akarsz valamit, vagy nem, mert ez a fiú beléd szeret. Legyél rá tekintettel, rohadrága a fénymásolás. Igen, vagy keresd meg minket, és mi összekötünk Benedekkel, csak adj valami életját magadról. Jó? Jelölj meg egy szökőkutat, oda visszük Benedeket. Nekem mindegy, hogy hívnak, csak legyen valami. És egy nem is jó nekünk. Feri megvigasztal, mint régen. Így is van. A kiválság műsor. De én most Benedeket kell vigasztaljam. Hát változnak az idők szakjához. Ami működött 10 éve, működik most is. 10 évünk azt kellett, hogy küldhetsz egy Venga Boys dalt, ha bejössz a pult alá. Most mit mondasz? Most azt kell mondani, hogy küldhetsz egy Emil Sunday-t. Vagy Emily Sunday, vagy ki a fene az. Emily Sunday. Régen Venga Boys. Elküldheted anyádnak a Venga Boys. Kicsi lány. 7:30 pontosan, jövünk Ákos hírei. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 7 óra múlt, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a hét utolsó napján, jövő héten nem vagyunk, Szabin vagyunk. Úgy néz ki, hogy jó időt választottunk, mert hogy meleg lesz, és lesznek majd morning show-s pillanatok. Az elmúlt egy-két évből válogattunk újra, úgyhogy gondoljatok ránk, mi is gondolunk rátok, és bírjátok ki nélkülünk, de nem lesztek morning show nélkül, mert hogy hát dolgozunk. Így van. Vagy pihenünk, de helyettünk dolgozik a saját hangunk. Nincs gond, örüljetek neki, ahogy az előbb is örült Bon Jovi. John Bon Jovi. John Bon Jovi örült ennek a számnak, igen. John Bon Jovi mindig jó, kell, hogy kijöjjön majd valamikor egy ilyen válogatás album. De jó vagyok. Igen, hogy John Bon Jovi mindig jó. Jó sok slágerük van, gyerekek. Kevés olyan zenekar van egyébként, akiknek meghallod egy számát, és abban a pillanatban mindig így fülig szalad a szád. Tehát, hogy jó kedved lesz tőle. Mostanában nagyon kevés ilyen típusú rockzenekar van sajnos. Aki emészthető mindenki számára, és tényleg jó kedved lesz tőle, és csak a buli. Hát azért nem éreztem most olyan nagy buli kedven. Jó, de azért még 2 hete forrad. Bonzolítól azért úgy nem pattanok föl az asztalra. Örülök, meg szeretem. 4 héttel itt táncoltál volna az asztalon. Az igaz, itt roptam volna az asztalon, igen. Na, azt nézem, hogy mit írnak a hallgatóink, mi a helyzet az utakon, ki merre megy, és mi van. De nincsen nagyon semmi irány, a Hungaroring. Csináljuk meg, hogy mi is ott lehessünk, írja nekünk valaki. Már most nagyon sok a jelentkezés a Forma 1-es játékra, de hát az csak a jövő órában lesz. Úgyhogy, de írhatok ettől függetlenül, nyugodtan jelentkezetek. Érthető a lelkesedés. Hát VIP-jegyeket sorsolunk, góltribűnös VIP-jegyeket. Az gyerekek nem semmi. Az nem semmi, kajapia, góltribűn. Ez lesz. Ugyanazt a sajtos tekercset ehetitek majd meg kaszinótojást, mint a massza. Nem teljesen, de majdnem. Igen. Na jó, be hát, majdnem ugyanazt a francia salátát, igen, ha massza is átjön a góltribűnre. Hát kitéved, nem? Ritkán járnak arra a pilóták, de lehet, hogy most massza van annyira jó arc, hogy följön a tribűre és bemegy a VIP sátorba. Inkább magyar hírességek, politikusok, és nem tudom. Elnézést, abban a nyokkiból a massza kér, akkor én is. Jó kis nyokki, igen. Gyöngyösi kiváló, hatóságmentes az M3-as Budapesttől, Gyufa küldte nekünk. Aztán öttevény és Abda között reggel óta van egy autó az árokban, forgalmat nem zavarja, de sokan nézelődnek. Ez az autó nem hiányzik senkinek, kérdezi egy hallgatónk. Hát lehet, hogy nem. Megunta meg át. Persze, rosszul állsz ez a trafi. Így van. M5-ös Budapesten jól járható, Trafipaxa 4-esen Kisvárdánál, és Moson udvaron mérik az Óvár felé haladókat. Ezt pedig Miki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na. Azt mondja, együtt megyünk Szabira, fiúk, jó pihenést nekünk. De jó, jól van. Nektek is jó pihenést. Jó pihenést magunknak? Igen, jó. Meg nekik is, akik most mennek pont Szabira. Az most egy jó időzítés. De főképpen Leventének, aki a Szenderát családdal tart éppen Ausztriát fel. jó az ausztriai park egyébként, nagyon. Sopronból lehet átmenni, Magyarországon is meg lehet szállni, külföldön is, gyerekek imádják, kultúrát, szép. Vannak napvédett helyek? Persze, csomó fás terület van. Nem értem, fedett hullámvasút. Nem, nagy fák vannak, árnyék van. Befették a viharvasutat. Őrült viharvasút van, és nagyon durva, a barlangvasúton ott nem süt be a nap. Igen, a hihetetlen. Óriáskerék tetővel. Nem, tényleg jó, és úgy nem is nagyon reklámozzák magukat Magyarországon. De egy jó családi kirándulással jó egyébként. És nem is annyira horror ahhoz képest, hogy Ausztriában van. Tehát nem annyira durva, hogy bemész és 100 000 forintot költesz el úgy, hogy még nem ültél föl semmire. Bemész, egy jegyet veszel meg, és akkor bent ott már mindenre ingyen fölülhetsz, ha kiállod a sort, de nincs az, hogy beállsz. Papa beáll a hullámvasútra, és még 4 óra múlva is a sorba áll. Tehát nem ilyen. Ilyen kis családias. Jó, tényleg jó. Így van. És ahogy mentek kifelé egyébként, akkor majd borítsatok le egy Lébény felé, jó? Egy balost, és akkor megnéztetek egy gyönyörű szép románkori templomot is. Hát az semmi. A gyerekeket biztos, hogy érdekel. Az biztos. A gyerekeket adott rohangálnak. Hűvös van be. Az mindenképpen szép egyébként. Tényleg ne hagyjátok ki. Na, várjátok egy kicsit, jó? Addig valami. Persze, jó, addig dúdoljunk egy Bon Jovi számot. Oh, living on a prayer. Ja, én már itt nem tudom, itt már én elakadok, de ezt nagyon szélesen éneklem együtt. Na, egy érdekes hirdetést láttunk, és szeretnék utána járni annak, hogy valójában valaha valaki talált-e már meg valakit így. Ez így most lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de rajtunk is egyébként a Morning Show SMS falán keresztül nagyon sokan keresnek általában buszon, BKV-n látott embereket, ugye? Ami azt jelenti, hogy vagy átnézett rád az autóban, vagy átköszöntél neki, vagy pedig mit tudom, rád mosolygott a 7-es buszon, vagy melletted állt, nem tudom, a Széchenyi fürdő bejáratánál. És van most egy fiú, aki állítólag a Sandon a nyakába kéreckedett egy lány, és őt keresi. Mert hogy beült a nyakába egy lány. Egy koncerten? És egy koncerten beült a nyakába egy lány, és őt keresi, így van. Azt mondja, hogy azt írja, hogy én vagyok az a barna hajú, barna szemű srác, akinek felkéreckedtél a nyakába, ja nem is azt mondom, egy budapesti koncerten, mindegy, és ott maradtál jó sokáig. Piros Converse volt rajtad és farmer, a felsődre nem emlékszem, csak a mandula szemedre, aminél szebbet szerintem soha életemben nem láttam. Miután lejöttél a nyakamból, azt mondtad, hogy hozol egy fröccsöt, és aztán elkeveredtünk. A koncerten és az afteren vagy 3-ig kerestelek, már tuti hazamentél, de nem találtalak a tömegben. Szeretném meginni veled azt a fröccsöt, vagy kávét, vagy kakaót, vagy narancslevet, és utána meglátjuk. Kérlek, ha magadra ismersz, mert nincs még egy olyan lány, akiért kiplakátoznám a félvárost, itt Benedek, így hívnak, és elküldte az e-mail címét, Benedek, hát ez egy igazán romantikus történet. Azóta nem mostam tarkót. Igen. A párnámhoz dörgöltem a nyakamat, és azóta csak rád gondolok. És maga a levél egyébként nagyon cuki, nagyon romantikus. A lány nem keveredett vissza a fiúhoz aznap este, viszont kiplakátolta a félvárost, hogy szeretné ezt a lányt megtalálni. Aranyos egyébként a sztori. A lány valószínűleg a fröccs helyett valami töményen mellett döntött. Hát, vagy lelépett, tehát lehet, hogy ez volt a lelépő duma, én ezért sajnálom előre is egy picit Benedeket, mert itt valószínűleg az történt, mert ha én meg akarlak hívni egy fröccsre azért, mert a nyakadban ültem egész este, ami hát ugye valószínűleg a nettó 110 kilommal, akkor azt mondom, megnézném, hogy egész este valakinek a nyakában utána azt mondom, hogy te Balázs, nagyon rendes vagy, köszönöm szépen, gyere, ígyunk egy fröccsöt, megfogom a te karodat, és odarángatlak az első pulthoz. Ehelyett a csaj azt mondja, hogy maradjál itt, majd hozok egy fröccsöt. Hát vagy összefutott pámkapóval. És nem tudod, ki és együtt táncoltak tovább, mi? Úgyhogy szerintem van benne egy ilyen kis dolog, hogy lelépett a csaj. Hát lehet, vagy lelépett, elkeveredett, igen, lehet. De a sztori nagyon szép. Nem tudjuk, hogy mi történt. Mindenesetre a végeredmény szempontjából igazából mindegy is, mert a srác nem találja, a lényeg, hogy ő keresi. És ez annyira helyes, hogy ő kiplakátolta a félváros, azért szerelmes lett magába az életérzésben. Mi megkerestük ezt a fiút egyébként, mert hogy ő hagyott egy e-mail címet, és Juli, te beszéltél vele, voltál, ugye? Vele, visszaírt nekem. Ja, visszaírt, tehát igen, kommunikáltál vele, volt valamilyen kapcsolatfelvétel köztetek. Írtam neki, és ő hamar válaszolt is azzal, hogy nagyon szépen köszöni a lehetőséget, és nagyon-nagyon hálás nekünk azért, hogy mi lehetőséget biztosítunk neki arra, hogy megszólaljon, de hogy ő nem egy szereplős fajta, ő úgy érzi, hogy össze-vissza hebegne, habogna, de nagyon reméli egyébként, hogy ez a bizonyos lány majd jelentkezik, úgyhogy az e-mail címe továbbra is él, de hogy ő nem szeretne így kiállni a nagy közönség elé. És aztán még megkérdezte, hogy van-e piros konverzed. De helyes volt, aranyos kis srác volt, tényleg? Igen, olyan szép, hosszú, összetett mondatokban válaszolt, tehát nem is értettem, hogy miért nem vállalja. Én tudom, mi lehet. Ő egy fiatal srác lehet valószínű, aki kicsit belezúgott abba a csajba. Beül egy csaj nyakadba, és azonnal belezúgsz. Tehát valószínűleg fiatal volt. 40-es, 50-es, 35-ös, 40-es pali már azért ezen túl van. Hogy belezúgjon egy paliba, aki mondjuk a nyakába ül. 91, ugye valószínűleg 91-ben született. Ott van benne, hogy 91. Akkor egy 24 éves. Igen, akkor jól tippeltem, hogy ilyen 23, 24, 25 éves pali lehet. A csajszi beleült, vidám volt, nevetett a nyakába természetesen, és belezúgott, mert ilyet egy kiégett 40-es már nem csinál, nem? És idézőjelesen kiégett, nem magunkra mondom, meg nem a 40-esekre, csak hogy azért a 40-esen már túl vagy, lehet egy válláson, már volt, azért, csajod, már szeretőd, szerelmed, már valaki belőle a nyakadba, attól azért már nem lesz azonnal orgazmusod. Ez egy tipikus tinisztor. Nem, csak másra majd lerohad mind a két csukján. Na látod, el kell gondolni, már nem tudok elmenni edzémbe, a csaj beült a nyakamba. Így van, kell a csaj. 40 évesen valaki belőle a nyakadba, akkor nem plakátolsz, a Csontkovácshoz mész másnap. Na, de hogy ő kiplakátolta, sok helyre tette ki, mit mondod? Sok helyre tette ki, és ráadásul rengetegen meg is osztották, úgyhogy szerintem ő nem is készült arra, hogy ebből ekkora felhajtás lesz, úgyhogy valószínűleg egy kicsit zavarba is van ettől a szitútól. És a lány? Semmi? Hát egyelőre várja, hogy jelentkezzen. Aha. Írja már rá még egyszer, hogy te vagy a Juli, beszéltetek, és hogy mi van a leányzóval. Mert hát, ha meg volt, jó, vagy hát, ha megvan azóta egyébként. Ha megvan, egyébként azt írta, hogy ha megkerül, akkor mindenképpen ír nekünk. Akkor szól nekünk, hogy a Csajci megkerül. Igen. Na. Igen. Valaha valaki talált már meg így nőt egyébként, vagy pasit, hogy rám nézett valaki. Szerintem. A hetes buszon, elküldöm a Balázséknak. Ferinek piros konverze van? Bizony. Aha, és arra emlékezne. Szerintem arra emlékezne. A Feri ült volna a nyakába. Az biztos. De a fröccsöz szerintem az izé. Én viszont elvittem volna fröccsözni. Tehát nem az, hogy várjál itt kis haver, és akkor jövök a fröccse, hanem oda mentem. Hogy nem ment volna, nem? De akkor elhúzom a lábánál fogva. Miért akarsz megrontani egy 25 éves fiatalt? Egy fröccsel? Nem azt mondtam, hogy lefekszem vele, csak iszunk egy fröccsöt. Mondjuk akinek te a nyakába ősz, igen, ott nincs menekvés, az fröccsöt kíván többet is. Ott intravénásan kell tolni a fröccsöt, igen. Mondjuk ez nem lett volna nagyon nehéz, mert Feri lába leér. Ezt akartam mondani, úgy viszont könnyebb. Az is igaz. Kicsit néha lehajol. Szóval, hogy valaki meglette már így valaha. Nagyon, szerintem nagyon-nagyon kicsi rá az esély. Kicsi rá az esély. Én elképzelhetetlenek tartom, hogy valaki mondjuk ide megírja a kedves hallgatóink közül SMS formájában, hogy mit tudom én, keresem azt a nagyon csinos, 20 éves külsejű lányt, aki rosszabbot tekintettel nézett rám tegnap, amikor a másodosztályon felálltam, és maradt utánam két hatalmas tócsa a műbőrülése, és a többi, és éreztem, hogy valami lehet köztünk, írja nekünk. Ilyen nincs. Szerintem ilyen egyszerűen nem működik. Nem lesz. Nem lehet. Annál is inkább, mert szerintem ezek a pillanat szülte ilyen kis ilyen tétova ismerkedési próbálkozások, formák, ezek mind olyanok, amiket szerintem egy picit úgy túl misztifikál az ember, hogy így tudod, hogy összeakad a tekintetünk, egymásra mosolygunk, és udvarias, kedves a lány, ennyi. De hogy hajlamosak vagyunk, főleg, hogyha szinglik vagyunk, akkor hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy ezekbe egy picit többet gondolunk bele, mint amilyen. Magában a helyzetbe is beleszeret szerintem, nem? Hogy odajött hozzád, jó fej volt, aranyos mandula szem, ugye? Ezt megjegyezte a Benedek, és fölkérdezkedett a nyakadba, van egy közös koncertélményetek, maga a sztori jó, szerintem hát, jó a helyzet, amiben 24 évesen bele lehet szeretni. Meg a férfiak ilyenek egyébként, érted? Most itt olyan 4 órán keresztül utazol valakivel a villamoson, vagy az autóbuszon, és mikor leszállsz, már végiglapoztátok a fél Kámasz útrát. Már te fejedben legalábbis. Igen, általában egyébként palik keresnek csajokat. Tehát soha nem csaj keres palit, hogy ültem a hetes villamoson, rám néztél a meleg, barna szemeiddel, és ennek más is lehetett volna vége ennek a mondatnak, hogy meleg, barna szemeiddel, és olyan helyes voltál, és éreztem, hogy szívem szerint már nem tudom, mit csinálnék. Igen. Gabi vagyok, keres meg. Tehát általában a fiúk keresnek így csajokat, igen, nem? Hogy ez a csajoknak ciki, vagy a csajok nem merik ezt így bevállalni valószínű, nem? Meg nem életszerű, hogy mit keresem azt a 90 kilós srácot, aki tegnap a Tiesto koncertet az én nyakamban ül. Néztem. Figyeljetek, annak idején még a Danubiusban, ahogy kívánságműsoroztam, egyszer volt egy csaj, aki a hetes buszon gabajodott ilyen szemszerelembe. Ő mondta így, hogy szemszerelembe estünk egy fiúval. Egy szót nem beszéltek egymással, csak ez a klasszik. Kicsit ránézel, oda mosolyogsz, és utána a fiú leszállt. És ő betelefonált a kívánságműsorba ez a csaj, és elmondta a sztorit, és mondta, hogy ha esetleg hallja a fiú, akkor jelentkezzen. A fiú nem hallotta, viszont valami... az apja, igen? Igen, és nagyon megcsinálta a lányt. Viszont a buszvezető, igen. Hát ott is boldog házasságban. Viszont egy ismerőse hallott, aki ráismert a fiúra, tudta, hogy arra jár, és ő hívott vissza bennünket a kívánságműsorba, és én összehoztam a telefon. Az ismerős. Nem az ismerős, hanem a srácom. Te felvetted a kapcsolatot a lányul, és lemartam. Úgy, de szép volt. Ja, most miért kell kivenni a sztori élét, még ha így is történt? Igen. Gyere babám, Feri papához, kisrác szem lesz meg, de úgyis tudom, egy lúzer volt, viszont bejössz a tamba, 10 óra után beesett a fújtalán kicsit. Nem találtuk meg szívem, de én vagyok Mr. Vigasz. Gyere! És ha megteszed ezt, akkor még egy aláért a baházi kártyát is adok neked. Kell itt való lenni egy darab biuszos nyakba akasztónak. Szóval nagyon ügyes vagy, Bögreics lesz. Hát igen. Hát csak a romantika. Szóval csak a romantika, igen. Gyerekek, hát a Garami is azért ugye tudjuk róla, hogy nála vendégként több nő volt a pult alatt, mint a pult fölött egyébként még régen a Danubiusban, ugye? De hát már Gáborunk leszokott azért erről, tehát ő is hozott már össze már így magának azért. Már kultúrát már nem a Klassz FM stúdiójában hordja őket. Ő igen, az de régen, Mr. lesz igaz. Régen azért ott is oda lehetett érni. Ha ügyes voltál, hálás és jó beszélőként voltak, odaértél a Garamihoz, pult alá egyébként. Finoman. Na, szóval, hogy Igen, általában ez egy romantikus dolog, de valószínűleg több van benne, és Benedek is, hát ha hallgat minket, már pedig ha megígérte, hogy válaszol nekünk, akkor lehet, hogy még hallgatja is a lányt, akkor ebben valószínűleg több van, és ha már újra randiznátok, és találkoznátok, akkor lehet, ez egész egyébként nem szólna semmiről, üres lenne, és maga a pillanat miatt van ebben több, nem? Tehát nem hiszem, hogy utána ebből azért olyan nagy találkozás lehet. Bár aztán vele se tudja, az is lehet. Írjanak már nekünk olyanok, akik esetleg megtalálták így egymást, vagy tényleg ültetek a villamoson, rátok nézett egy meleg, barna szemű, csillagszemű fiú, és utána találkoztatok vele újra, vagy nagyon jó randi lett belőle, vagy az egészet megette a fene, megszólalt, és kiesett a kap a száján. Igen, mert ilyen is, hogy randizol vele. Tessék, sokáig stirölt, és aztán oda ment. Ugye van bérlete, mert láttam, hogy egyet nem kezel. Hát igen, de hát azért ezek szerintem sokszor csalódással végződhetnek, nem? A mandulat szemű csaj tényleg, aki néz téged és megszólal, és olyan buta, mint a föld. Szegény lány, nem is tudunk róla semmit. Melyikről? A lányról. Melyik csajról? Hát erről a mandula szeműről. Ja, most én nem erről a mandula szeműről. Miért ő mandula szemű? Igen, ő egy mandula szemű lány. Ja, de én nem róla beszélek, mint buta, hanem hogy általában, ha ülsz valahol a villamoson, és a csajjal végre sikerül a randi, akkor kiderül, hogy egyébként nem. Hát általában nem csalódás az ilyen, mert te képzelsz valamit ugye a lányba, vagy a fiúba, hogyha lány vagy, van egy külső szimpatizálás, az alapján egymásra néztek, és te már tényleg, ahogy Jani mondta, mindent fölépítettél a fejedben, tehát már házasok vagytok, 8 gyerek. És aztán eljön a nagybetűs első randi. És már mezitlán futok a tengerparton bele a naplementébe, és a srác megszólal, hogy hiszunk vagy toszunk, Jézus. Még egyszer, mit csinálunk? Hiszunk vagy toszunk. Tudod? És akkor abban a pillanatban így a kis ábránd így szerte fosztik. Benedek nagyon cuki. Hány plakátot tett ki? Vagy tényleg körbe plakátolta a félvárost? Ő belezúgott ebbe a csajba kicsit. Ugye? Bele. Hogy Benedek egy kicsit belezúgott ebbe a csajba. De hogy? Csak egy nyak volt vele. Látta csak ő? Egy nyak volt. Egy nyakolás. Egy nyakolás volt. Egy nyak és egy szombolás. Egy nyakolás volt. Semmi több. Lehet, hogy Benedeknek ott van az erogén zónája. Az egyik. Tehát Benedeknek a nyakán van az erogén zónája. Hát még azért egy rövid gatyás csaj, ott fészkelődik, cuki, aranyos a nyakadban. Hát azért az tud szexi lenni, nem? Vihog, nagyokat nevet, látod, hogy életvidám, jó arc, élvezi a koncertet. Hát azért... És nem hiszed el, hogy ez biztos nem a DJ nyúl miatt van. Igen, néha lenéz rád, hogy bírod még. Na, jó, akkor vigyük el olyan irányba a témát, hogy egyrészt írjanak azok, akiknek esetleg sikerült már tényleg szökőkútnál, Zsanett nélkül, Benedekkel, Benedek nélkül, mandula szemű lányjal, mandula Petrával, bárkivel találkozni. És a másik pedig az első randi, mert szerintem azért ebből több lesz. Tehát több olyan hallgatónk van, aki mondjuk részt vett első randin, idősek, fiatalok, idősebbek, és valami brutálisan kiábrándító volt. Jó? Mert hogy ugye nagyon sokan mentek már, nyilván hallgatóink is randira, várták a nagyőt, volt egy pillantás a villamoson, volt egy levelezés, egy Facebookon bökés, majd eljött a nagy pillanat, a nagybetűs randi, felvetted a legszebb bugyidat, befújtad magad a legjobb parfümöddel, és készültél találkozni a nagy ővel. Ugye? Hát ez egy izgalmas pillanat, mindenki élt már át ilyet. Akár villamoson találkozhatok, buszon, fesztiválon, bárhol, és aztán jött a vihar. Amikor megszólalt, amikor megfogta az evőeszközt, amikor belenyúlt az órába zsebkendő nélkül, amikor tudtad, hogy neked kell fizetni a számlát, mert egyébként úgy jött el randira, hogy nincs nála pénz, amikor elkezdte túrni az órát, megnézte, hogy mit talált az órában, majd vidáman elpöckölte. Ugye? Tehát, hogy ez még a jobbik eset. Ez még a jobbik eset, máshova is tehette volna. Tehát nézzük meg azon kiábrándító pillanatokat, amíg az első randin történtek veletek. Drága hallgató. De nem ám azt, amikor egy forró, átcsókolózott éjszakába torkolott a dolog, és minden gyönyörű volt, hanem amikor 10 perc után azt mondtátok volna, hogy ma indulnom kell. Igen, ugye? Ahogy Miller Zoli is énekelte. Egy picit tévedés. Mégsem annyira mandula szemű ez a lány, és sokkal jobb volt távol nézni őt a 7-es buszon, hogy áldogál a forgóban. Nem tudom, hogy volt egy ilyen randis élményem, ami így végződött, hogy 10 perc után mennem kellett. Most azon gondolkozom. Hát azért csak belefutottál valakibe, aki... fele se tudja, nem voltam ez a nagy randira hajtós. De ilyen nagyon kiábrándító nem volt, hogy tényleg kézzelette a húsövességig, amíg megszólalt, és azt mondta, hogy úristen, ez egy kiköpött Sophie Mars, és akkor lány megszólalt. Vazeg, azt hiszem szarba léptem. Az még tud bájos lenni, az nem baj. Azért bájosnak nem nevezném. Azt meghultam. Sokkal rosszabb tőle. Azt hiszem egy kicsi a bugyiba ment. Az igazán durva. Mert belelépni egy jócsa is bele tud lépni. Hát azzal nincs baj, azt mondja a gyereke, ja Istenem, megketisztelem a cipőmet. Azt egy kicsi pipi becsúszott. Un momento, bitász el, frecsent a vége. Na, én erre gondolok, jó? Erre gondolok. Tehát, drága hallgatók. Időt kérek, bocsász. Nagy a baj, nagy a baj. Ott ültetek a randin. Nagyon vártátok azt az adott pillanatot. Jött a nagy ő, és megszólalt. Jó? Ilyen pillanatokat keresünk. Benedek nekünk jó témaindító, reméljük ez a csaj meg lesz, de akkor vigyük tovább a dolgot. Első randi, brutál kiábrándító dolog. Bármi, amit csinált, megszólalt, evett, ivott, fizettetett, vagy olyat szólt be, hogy azonnal érezted, hogy Jézus Isten. Jézus Isten menekülned kell. Egy perc is jövök, elvihetem a szalvettáidat. Sose szerettem anyósom tápióka pudingát, megint meghajtott. Na például. Mi volt ebben, higany a kúr? Na, ezt írjátok meg nekünk, jó? Kiábrándító pillanatok rendezvú. Benedeknek drukkolunk? Drukkolunk? Persze, nagyon szorítunk neki. Figyelj, te az mandula szemű. Nagyon szép. Te sötétben bujkáló, nyakba ülős, a férfiakat galád módon kihasználós, koncertre járós. Kezdő alkoholista. Kezdő alkoholista, Csajci. Keresd már meg Benedeket, és írjál már neki egy e-mailt, hogy te vagy az, és akarsz valamit, vagy nem, mert ez a fiú beléd szeret. Legyél rá tekintettel, rohadrága a fénymásolás. Igen, vagy keresd meg minket, és mi összekötünk Benedekkel, csak adj valami életját magadról. Jó? Jelölj meg egy szökőkutat, oda visszük Benedeket. Nekem mindegy, hogy hívnak, csak legyen valami. És egy nem is jó nekünk. Feri megvigasztal, mint régen. Így is van. A kiválság műsorban. De én most Benedeket kell vigasztaljam. Hát változnak az idők szakjához. Ami működött 10 éve, működik most is. 10 évünk azt kellett, hogy küldhetsz egy Venga Boys dalt, ha bejössz a pult alá. Most mit mondasz? Most azt kell mondani, hogy küldhetsz egy Emil Sunday-t. Vagy Emily Sunday, vagy ki a fene az. Emily Sunday, régen Venga Boys. Elküldheted anyádnak a Venga Boys. Kicsi lány. 7:30 pontosan, jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 7:40, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Benedek leveléről beszélgettünk, aki ugye kiplakátolta fél Budapestet, mert a nyakában ült egy csaj. Hát reméljük, hogy nem valami gerilla kampányba futottunk megint bele. Mindig gyanús ez, és hát itt is van egy terméke, aminek akár lehet ez a gerilla marketingje, de bízunk benne, hogy ez egy jó sztori, és hát Júli is beszélt egyébként Benedekkel, nem tűnt annak. Aranyos volt, kis dadogós, helyes, aranyos kisfiú, és most ez nem jó, hogy ezt mondtam, hogy aranyos kis helyes dadogós fiú, mert ha csaj lennék, aki a nyakában ült. Nem, csak Benedek elmondta, hogy ő nem akar beszélni, mert nem szokta meg így a nyilvánosságot, és hebegne, habogna, akkor inkább így mondom. Igen. Nehogy azt mondja, elrontsam a randiát. És arról beszélgetünk, hogy kinek volt már ilyen nagy találkozása, amikor hosszú szemezés után oda lépett egy csajhoz, egy pasihoz, a villamoson, a buszon, miután napokat, heteket nézegették egymást. Ez az egyik témánk, 2 témát futtatunk egyszerre, a másik pedig, hogy mi volt az a kiábrándító pillanat, amikor az első randin érezted, hogy na ez nem az a pillanat, amire te vártál, jött az illető, hosszú szemezés, végre megtaláltad, valahogy eszközölted az első randit, és akkor jött valami olyan, amire nem számítottál. Nem az volt a csomagban. Nem az volt a csomagban, igen. Amit vártál. Nem az volt a csomagban, amit vártál, nem úgy szólalt meg, kézzel lett a húslevest, beleütötte a serszlibe a jókait, kiitta a szürcsögöt, vagy valami szörnyűséget. Vagy olyan hangja volt, mint Lexikének. Igen, igen. Kutya cica barátog? Igen. Hozd még egy kicsit. Lexike, nagyon jó. Itt van velünk Gabi, hello Gabi, jó reggelt! Jó reggel, sziasztok! Hello, Gabi! Na! Hát velem ez a történet körülbelül 30 évvel ezelőtt megtörtént. Utaztam az egyes villamoson, úgymond szemeztünk a párommal. Én előbb leszálltam, ő továbbment, hát és körülbelül egy hét múlva meg észrevettem, hogy ki van plakátolva az egyes villamos megállója, akkor még ilyen kézzel írott papíron. Ne csináld, ki írta, hogy keres téged, de jó? Igen, és mint utólag kiderült, minden egyes megállóba kitette. Ez igen. Az melós. Volt, ami indigós volt, hát akkor még nem volt számítógép, meg ilyenek. Megadta a telefonszámát, fölhívtam, megbeszéltünk egy randit, és azóta is együtt vagyunk. Most már 26 éve vagyunk házasok. Mi volt az azonosítód a plakáton? Mit írt rólad, hogy kit keres? Hát a férjem az egy mozgáskorlátozott fiatalember. Hát és úgy kezdte, hogy én vagyok ott a mozgáskorlátozott fiatalember, akivel szemeztél. Keresem azt a kék ruhában lévő zöld szemű hölgyet, aki annyira tetszett nekem, és valami ilyesmi volt benne. És vettem észre, hogy én is tetszettem neki. De jó. Elraktál egy plakátot emlékbe? Az az igazság, hogy elraktam, de hát azóta már tízszer költöztünk, és már nincs meg. Ja, pedig az milyen jó. Egyet leszakítani és elrakni. És azóta is együtt? Igen. De jó. 30 éve vagyunk együtt, abból 26 év házasság, és 2 gyermekünk van. Nagyon, nagyon klassz. Nagyon klassz. Gabi, köszi, hogy elmondtad, hát sok boldogságot nektek. Köszönöm szépen. Köszi, ciao. Hello. Szia. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink, mert van, aki jók. Azt mondja, hogy srácok, velem is hasonló történt, régebben figyeltem már egy lányt, én elvált voltam, ő jóval fiatalabb, esély nem sok, de egy diszkó után mégis biztató dolog történt, megengedte, hogy elkísérjem, jelezve, hogy akár a dolog is megeshet. Pár méter sétó után böffentett egy hatalmasat, gondoltam, milyen közvetlen, átöleltem. Nagyon, ne, ilyeneket ne jelöljék, ne. Hagytam még pár lépést után egy hatalmasat pukizott. Én imádom ezt a típust, ez aki nem olyan megjátszó. Persze, hát csajok nem nincsen. Többet kellemes levelezés követően megbeszéltünk egy találkozót végre, majd amikor a lány beült mellém a kocsiba, azt hittem abban a pillanatban esik ki a másik oldalon. Olyan büdös volt, nem volt könnyű megmagyarázom neki, miért nem ülünk be az eredetileg tervezett kávézóba, hanem a szabadon mászkáltunk. A maximum lehetőleg olyan helyeken, ahol nem ismernek. Nem értett ezt, Thomas küldte nekünk. Izgult és leizzadt. Szabadon mászkáltunk. Há, igen, és nézem azokat az SMS-eket, amiket én jelöltem. Azt mondja, hogy társkereső oldalon pár kiválasztása után randi megbeszélve, ami a szokásos mozi, eljött a naptali szimpatikus külsőre, beültünk a moziba, síri send, a srác olyan fura hangokat. Hát ezt nem hiszem el, csak ilyeneket jelöltetek. Fura hangokat ad ki folyamatosan, mint aki hangosan nyel, megszakítás nélkül. Kérdezem én, kérsz inni? Azt hittem csuklik. Kérsz inni. Megmentselek. Igen, ezt még felálltam és kisétáltam. Egyszer néztük egymást egy lányjal autóban ülte, jó, ez is beolvashatatlan. Az interneten ismerkedtünk meg, első találkozás a hajógyári szigeten volt, ahova ő az iskolájával érkezett egy közös egynapos hittan találkozóra. 2 órás istentisztelet után le tudtam lépni, elmentünk inkább egy Kispest meccsre. Pedig ő megkérdezte is, hogy lenne kedvem elmenni valahova, szörnyű 2 óra volt. Én egy szórakozóján keveredtem össze egy sráccal, másnapra megbeszéltünk egy randit, odaértem, rámosolygott, és az összes foga félig ki volt rohadva. Alig vártam már, hogy vége legyen a randinak. Hosszú szemezés után a bálban oda mentem a lányhoz, aki a pultnál ült, átölelt, a fülembe súgta, hogy egy kicsit becsisztam, és leesett a székről. Azóta se láttam. Nagyon szimpatikus. Nagyon szimpatikus. Igen, az utolsó életjel még így eltávozott belőle. Az utolsó tudatos dolog. És azon leesett a székről. Óriás. Haverom pár éve megbeszélt egy randit, a csaj el is ment, de vitte az öccsét, mert nem akart egyedül otthon hagyni. Haverom egyből rákérdezett, hogy akkor mit hozott inni, erre a csaj enyhe parasztos akcentussal közölte, én inkább rágyújtanék. Egy üdítő után azonnal vége lett a sztorinak, ezt Szűcsi meséltenek. A haverommal történt meg, hogy ment randizni, vitte a kiskutyáját is, a csaj első mondata, hogy Dikmándé aranyos, hé, Lajos. Lajos küldte nekünk, köszönjük szépen. Szerette az állatokat, nekem ez bejön. Az első randin váratlanul bekapta a lábujjamat. Többet nem találkoztam vele. De első randin? De hol? Ülünk így egy asztalnál, kávézunk, és te leveted magad, és bekapod a lábujjam. Hello, ne fizd meg ki magad, mit szeretnél? Azt is megfázok, decemberben. Igen. Lábfed is tiszta volt. De az jó egyébként. Azt mondja, hogy kocsiban láttam, meg gyönyörűnek tűnt, majd pár nap múlva randi, megérkezett a találkapontra, a csaj a kocsiból kiszállt, és majdnem sírva szaladtam el. Brutál nagy darab volt. Azóta mindig benézek a kocsiba, ez Gabesz küldte nekünk. Én vagyok a mandula szemű nyakba ülős csaj. Hívjatok fel 349 körül, és válaszolok 3 kérdéssel. Az se baj, ha vípigyet adtok cserébe. Igen, értjük, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy páromat 3 évvel ezelőtt ismertem meg a Hódmezővásárhely Szeged buszjáraton. Hetekig csak néztük egymást, mosolyogtunk. Ő kezdeményezett, Facebookon megkeresett, írt egy ismerkedő SMS-t, azóta már együtt élünk, és a mennyasszonyom. De jó, na, ez akkor ez szép sztori. Igen. Igen. Első találkozás első percében, amikor a csaj megszólalt, mélyebb volt a hangja, mint nekem, olyan tájszólása volt, hogy el is búcsúztam gyorsan. At is küldte nekünk. Ing 4000, parfüm 10000, virág 1002, aztán az az érzés, amikor azt kívánod, hogy az a csaj nehogy felém jöjjön. Megfizethetetlen. Kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük szépen. A mandula szemű lány vagyok, bocs Benedek. Ha kidörzsöltem a nyakat, picit lehet, hogy borostás voltam. Ne üzenges Benedek, hallgatja a férjem is a műsort, a lány. Küldtenek, köszönjük szépen. A csapágygolyóból készült nyakláncomat szeretném csak visszakapni. Azt mondja, hogy nincs igaz a Jani, ezt nem tudom, miért érek, hasonló módon találtam meg a párom, 3 éve vagyunk együtt, egy bában láttam meg, és eltűnt, utána a neten keresgéltem, és nagy nehezen megtaláltam. Igen, mert ahogy mondtam, hogy én nem nagyon hiszek abban, hogy ezek így összejönnek, ezek a kis szemezgetésből induló kapcsolatok, ja, de hát azért van itt néhány ellenpélda. Igen. Működhet. De elkezdesz Facebook profilok, hiszen a nevét nem tudod, nem tudsz rákeresni. Elkezdesz Facebook profilokat nézegetni csak úgy, kicsi az esély azért, és amikor... Hát valami támpont csak kell. Valami támpont kell. De nem tudsz semmit. Hát ülsz egy a 6-4-es 6-oson. Nem találod meg soha. Hogy a francba? Hát, soha. Hát csak kinézet alapján. Hát, de csomóan azt írják, hogy rákerestem így a Facebookon. Hát az nehéz. Azért szűkíteni kell valamennyire, igen. Balázs, tegnap bejelöltél Facebook. Na, ugye? Tessék. Jó, de legyél szíves visszajelölni, jó? Tehát, hogy ha már bejelöltek, akkor bökjél, vagy jelöljél vissza. Gyerekek, valaki a nevemben jelölget? Simán lehet, ám, és már 40 000 lájkoló fölött vagy egyébként az egyik oldaladdal. 40 elzem, aha. Úristen, kemény. Tegnap is kérdezte, hogy láttam a kommentek között az egyik hallgatónk, hogy ezt te üzemelteted, ezt az oldalt. Tehát 40 000-en vagyunk, az azt jelenti, hogy 10-szer többen vagyunk, mint a Kárász Robi igazi oldal. Így van. Na most gondoltál. Tehát az áll Facebook oldalamon vagyunk 10-szer többen, mint a Kárász 3005-ös Facebook oldalán. Nem, ez megnyugtató. Cirka 20-szor. Inkább. Hát 3005-öl lájk. Hát ő megmondom, hogy bőven 40 000 fölött van. Hát akkor az 10-szer. Micsoda? Hát nem 20-szor, már 70 000 lenne. Mi? Hát ha 3000-en vannak. De 2500 körül vannak a Kárászén. Most azt jaj, 3500 mondtam. Azért, ja. 2500, az meg tudomásom szerint 25 000, de segítsetek, ha nem. Akkor más számra gondoltunk. Na jó van. Nem én vagyok egyébként, csak mondom, hogy bárki jelölt vissza, meg bárki bökött rá. De jó, nem esett, vagyok. Nem? Figyelj, nem vagyok Facebook oldalon. Jó ez. Egyébként nem értem. Na, a tájszólásosat azt egyáltalán nem értem. Tehát, hogy a tájszólással alapvetően mi a baj. A nagylábúj, megmondom őszintén, nekem nagyon bejön. Nekem az nagyon tetsz. Én évekig dolgoztam rajta. Hogy megkapják a nagy lábújja, majd itt meg már az első randil össze. Igen. Na jó, köszönjük az SMS-eket, játszunk Owen bácsival és Bernu nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvén. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Owen bácsi és Bernu néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Halló, Dávid vagyok. Halló, Dávid, honnan hívtál minket? Én Pilis Csabáról. Pilis Csabáról? Így van. Az király, otthon vagy, dolgozol? Dolgozom, most fogok beérni. Mit csinálsz? Informatikus vagyok egy kereskedelmi cégnél. Informatikus. Ja. Informatikus. Az bírják a csajok? Tessék? Az bírják a csajok? Hát így nem, de amikor találkozok, akkor már azért változik a téma. Igen, de mi a szöveg, a kinézet, a kigyúrtest, vagy ez mind együtt? Hát tudod, a személyiség az igazi. Hát az sokat igazi. Számít, persze. Hát te legalább tudod, hogy működik a telefonjuk. Így van, hát tudod, amikor valamit megcsinálsz egy nőnek, akkor az sokat számít. Hát attól függ, hogy mit csinálsz meg? Ha hát valamit igen. Jól megcsinálsz. Hát először azt, aztán meg másik dolgot tudod. Azt, ilyen szöveggel apám, hát biztos zabálnak a csajok. Igen. És van most barátnőd? Van, igen, egy párom van. Most igazi? Jön a gyermekünk. Igen, igazi, valódi. Valódi. Az, és ma már jön a gyerek? Jön, bizonyám. Mennyi idős vagy, Dávid? Én 32 éves. Hát akkor az egy jó kormány. És a lányzó? 25. 25. Régóta vagytok együtt? 8 éve. Na, akkor itt volt az idő. Nem is csajozol annyira, csak lököd itt a dumát. Hát akkor egy komoly pasi vagy. Persze. Csinálod a fesztivált, közben 8 évet. 8 évet csajod van, gyereked lesz. Hát akkor ez már elment. Viszont van nekem is egy sztori, mert ez a téma az, hogyha elmondhatom... Majd mondd el hétvégén a barátaidnak, persze. Jó, akkor a barátság. Persze, hát látod, megéri, miket szeretni. Hát mindenki viszont szeretni. Biztos, hogy nagyon jó sztoriát. Ne lőjél mindent. Hát majd köszönjük a bizalmat. Hogy ennek ellenére meg hallgatsz is minket. Figyelj, persze. Játszunk egyet csak azért, hogy ne csúszunk ki az időből, muszáj szigorúnak lennem, és ha marad idő, akkor elmondhatod a sztorit is. De ha harcoljunk az ajándékcsomagért, az fontosabb, aztán marad idő, akkor biztos, hogy nagyon jó sztori, elmondod azt is. Jó, rendben, oké, köszönöm. De hát mégiscsak játszani szeretnél. Gondolom én. Jól érzem? Á, jól érzem. Na figyelj, Dávidkám, mutatjuk, hogy mit csinál Logan bácsi Berunén, jó? Rendben, köszönöm. Nyársaláshoz készülnek. Valamit Berunéni. Szalonáznak, Owen bácsiék. Figyelj, ez egy dalocska lesz, méghozzá egy magyar dal, jó? Nem sorozat, ez egy egyszerű dal. Jó? Ha van ilyen, de ilyen nincs. Figyelj! Érdekes. Érdekes. Jön még egyszer, figyelj! Köszönöm. És tökkel rúgták be? Hogy? Ki? Engem? Minket? Hát téged? Mi történt? Na még egyszer, figyelj, jó? Menni fog ez, megcsinálom. Okay, figyelj, Dávid. Ez egy magyar dal. Nem tudom, lehet egy kicsit hosszabban. Hogyne, kivettük a bögrét, figyelj. Náj. Ja. Ez a... Igen? Tudom én. Várjatok, itt van. Még egyszer lehetne? Igen. A napolaj. Így van. Bizony. Egy jó kis ufó. Így van. Ufó, napolaj. Így van. De jó, hogy nem kezdtél bele a sztoriba, mi? Hát igen. Látod, Dávid? Lett idő a játékra. Megvan az ajándékcsomag, gratulálunk, ügyes vagy. Csak a bögrét vettük ki, a többit megkapod. Jó? Hát nem iszok akkor otthon ennyi. De nyersz majd még tőlünk bögrét. Jó? Jó, rendben, köszönöm. Na vigyázz magadra, sok boldogságot a gyerekhez. Köszönöm szépen. Hello, Dávid. Hello. Ciao, köszi a játékot, hello. Na, gyorsan egy friss közlekedés, aztán már is megyünk hírezni. Jön Ákos, csak előtte mondom, hogy Győr Pápai út tömeges szondafújás, ha valaki ivott, ne üljön autóba, és tényleg ne üljön autóba. Leginkább Győrben, de sehol. De egyébként sem. Könyves Kálmán körút, Lágymányosi híd felé elesett, az okát egyelőre nem tudjuk, 3-as kocz a Lurdi előtt itt van. Ádám elküldte nekünk, ha Lurdint újítottatok, akkor már lehet haladni, és M3-as Budapesttől Gyöngyösig kiváló, hatóságmentes, ez pedig Gyufa küldte nekünk. Köszönjük szépen, 5 perc múlva 8 óra, jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 8 óra múlt, pontosan 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk egy hihetetlen Avicii dal után. Itt vagyunk. Azt mondja, hogy nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatóink. Győr Pápai út tömeges szondafújás, mindenki vigyázzon. Tapolcafő mérik a Veszprém felől érkezőket, valamint Könyves Kálmán körút, Lágymányosi híd felé elesett. Ennek az az oka, hogy a Lurdinál egyébként baleset van, méghozzá 3-as koccanás, ha azon túl vagytok, akkor már egész jól lehet haladni. És hát Forma 1-es játék. Bizonyám. Mondjatok erről néhány mondatot. Óriási siker volt már tegnap is, reggel 6-tól dübörögtek az SMS-ek, ez ma is így van, mert hogy ráadásul ma különleges a jegyünk. Super Gold tribünre szóló VIP jegyeket fogunk adni, 2 fő részére, 3 napra. Bizonyám, így van, ezek VIP jegyek, ami azt jelenti ugye, hogy a sátorban lehet enni-inni, kajálni, inni. Inni is, nem? Nem tudom, mi van még a VIP-ben, de nagyjából annyi, hogy nem csak egy sima szupergold, ami már önmagában nagyon durva, hanem tényleg még van hozzá kajapia. Kajapia, állófogadás, és minden, ami a Gold Tribune mögötti részen van, oda ti bemehettek, és együtt bulizhattok. Azt nem besült állós a kamionok közé? A VIP egy nem úgy van, hogy ott át tudsz menni a pálya fölött azon a kis átjárón. Azaz. És ugyan nem mehetsz be a pilótákhoz, de a padokba, de a kamionok között talán mehetsz egy kört, és akkor utána vissza. A kamionok már a padokban vannak. Hát de ahol a kamionok állnak, az már ott a... De most nem a padokról beszélsz, meg ugye van a fönti rész, ahol ugye nézed a kerékcserét, meg nem tudom. Na, Gold Tribune-ön ülök, előttem a pálya. Utána vannak a kiállóhelyek, ahol a csapatok ugye szerelnek, gumit cserélnek, van a nagy épület, és a mögött állnak. Az már a padok, igen, de a kamionok vannak. Igen, de oda különbe lehet menni. Én azt hiszem, hogy a VIP egy aztán annyit is jelent, hogy ott mehetsz egy lehet. Csak nem tudsz bemenni az épületbe. Nem tudsz bemenni az épületbe, igen. De talán a VIP egy oda jó. Nem biztos. Na mindegy, az biztos, hogy evés van, ivás van a sátorban. Evés-ivás mulatás. Ja. Ugyanazt a tormás tekert se tehetitek majd, amit állítólag a Kimi Räikkönön is két pofára tol. Ezt hallottad a managerét? Azt mondom, hogy állít. Imádja a magyar sonkás tekercset? Kaszinó tojást? Hát igen. Ott sokat egyébként az ember nem hal. De minden esetre egyszer meg kell nézni. Tehát jó mulatság, érdemes tényleg. Érdemes. Meg egyébként ez a kamionsor, ez nagyon látványos, amikor mi utoljára voltunk, nem is tudom mikor kaptam utoljára puszi egyeket 10 éve talán. Na mindegy, és akkor... Te kaptál, csak azóta elajándékozod. És a kamionsor iszonyatosan látványos, meg ott a csapatoknak nem csak a kamionjai állnak, hanem voltak ilyen kis, mit tudom én, például pont a Red Bullnak, meg szerintem egyébként a Ferrari-nak is volt egy ilyen kis, mit tudom ének nevezik ezt, egy ilyen fogadótere. Aha. Hát mindenkinek, ma ott kajálnak a pilóták, ha jól néztek. Igen, hát, hogy be nem engedtek, de kívülről nagyon tetszettek, amíg onnan jött valakit megkopogtat az üveget belülről, hogy távozzak onnan, és ne sasolják ki. Igen, legyomja oda az orromat. És kidobott két pogácsát, meg kiadott egy vizet, hogy látom kisfiú koldulsz. Látom kisfiú éhes vagy. Adok egy kis pogácsát. De nem csak egyszerre kidobta, jó messzire dobta, én pedig így boldogan csaholva, mint egy vizslakölyök. Bernie bácsi, köszönöm. Pogácsa. Öreg Bernie. Itt lesz biztos. Mindig ilyen. Az öreg Bernie. Így van. Az öreg Bernie. Brit, nem Svájc. Meglépett egy tukán az állatkertből. Már megint? Mi történik az állatkertben, hogy meglépett egy tukán? Miért nem zárják azokat a rohadt ajtókat? Hogy lép? Minek álcázta vajon magát ez a tukán, hogy meglépett? És állítólag tukán hangot utánoztak. És így hívták vissza? És így hívták vissza, hogy visszajön. Tehát tukán hangot kellett utánozni. Ez ugye az a nagyon színes csőrű, színes madár, ami fekete, sárga itt a nyaka, és a csőre is egy nagyon színes, világos, kék, piros, gyönyörű színű madár egyébként. Na ez meglépett az állatkertből. És ha fiú tukán lép meg, akkor lány tukán hangot adnak, hogy ugye arra jöjjön vissza, meg erjedés van? Vagy mit? De nem hétköznapi lány tukán hangot, hanem a párzási időszakban hallatott lány tukán hangot, ami ugye tele van érzéssel. Így van, hormonokkal, feromonnal, akármivel, nem tudom, hogy a tukánok mit árasztanak ki magukból. És egy hangból jön egyáltalán feromon. És eleresztettek két ilyen hangot, mivel az derült ki, hogy a nőstény tukány nagyon-nagyon-nagyon várja, hogy a hím tukány visszatérjen, és szétborzolja és a kloákáján a tolla. Hogy? A visszajött? Azt nem tudom. Visszajött a hangra a tukán? Visszaállítólag meg lett, igen. De jó. Zoli úr, meglépett a tukán! Zoli úr! És akkor rohantak a hangához? Én azt nem tudom, csak olvastam pont most, hogy meglépett, és aztán elrohantak a hangához, hogy most már mondhatja, hogy megvan. Egy tukánja van az állatkertnek? Hogy ebből jöttek rá, vagy pedig rovancsolt? Akárhol is, nézzük, srácok. Úgy nézek én ki, mint az állatkert leltárosa. Van rajtam egy kertésznadrág, és látsz a kezemben egy füzetet, amiben ott vagy 6 darab oroszlán, 4 emu és 8 darab tukán. És a tukános sapka van rajtad. Hány tukánya van az állatkertnek? Hát fingom nincs, hogy hány tukánya van. Csak megszámolják őket este, nem? Hát onnan tudták, hogy eltűnt, persze. 1, 2, 3, 4, azt hiszem, hogy dökéséből 2-vel több van, de egy tukán hiányzik. Hát lehet, hogy csendben volt a tukán, és észrevették. Nem tudom. És azt tudom, hogy tud-e repülni. Tessék? És ott, hogy hívják egy fehérfejűré, vagy hívják halássas mögött ott úgy. Átszázta magát. Lehet, hogy csak kiszabadult, de jól érezte magát, vett magának egy vattacukrot, egy perecet, és meglátogatta a zsiráfot. Hát nem tudom, hogy ő az állatkertből zökötte ki, vagy csak egyszerűen benn maradt. Jól érezte magát, és kicsit vidámparkozott, kicsit hullámvas utazott, kicsit állatkertezett. Valahol állítólag meglett. Csak azt nem tudom, hogy tudod. De ez most történt közvetlenül, nem lehet, hogy kirepült a Pride-ra. Vagy ilyesmi, hát szeret a sok színes. Ez amilyen színes, amilyen szép ez a tukán, simán sétált az alföldi mellett. Mi annak idejében láttuk egyébként a természetes közegében is Argentínában tukánokat, és gyönyörűek voltak. Nagyon fura egyébként az a csőre, mert értelmezhetetlen. Persze, tehát hogy úgy ránézel, és ezzel nem lehet semmit csinálni. mindenhol beleakad, orra buksz benne, stb. Enni nem lehet vele, de gyönyörűek egyébként. Gyönyörű kis lálatok. Kiderült már, ha már a Pride-ot említetted, hogy honnan jött ez a brutális trágyaszag? Mert ezt most így ide-oda tologatják. Nyomoz a BRFK, az Andrássin terjengő, állítólag nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény trágyaszag volt, ugye végig, és a szagosító ügyben nyomoz a BRFK, igen, hogy ki az, aki megpróbálta megzavarni a Pride-ot, de hogy senki nem tudja, hogy a disznótrágya szag az honnan jött, ki volt a bűnös, mi volt az eredete, de állítólag az egész Pride-on olyan trágyaszag volt, hogy azt nem is tudtad szinte túlélni. Nem lehet, hogy valamelyik szélsőjobbos homofob, amikor meglátta a rendőröket, berottyant? Hát két fölvetés van, hogy ugye az Andrássy úti fáknak a trágyázását, az pont aznap reggel kellett elvégezni. Júj, de szép állítólag. Pont a Pride napján gyorsan megtrágyázták. Igen, hogy ugye tudod, kevés a tápanyag, hát le van betonozva. Nyilván nem lehetett volna előtte vagy utána, pont a Pride-on kellett trágyázni, vagy a Pride előtt kellett trágyázni. Pride előtt meglocsolták őket, hogy fejlődjenek szépen, legyen árnyék a turistáknak, ez az A verzió, és akkor van egy B, a másik szerint pedig ezek a bizonyos említett emberek locsolgattak ezt-azt. Az sérti az én jogaimat, ha trágyaszakban vonulok egyébként? Miért? De van egy áthallás. Feri számára például otthonosabbá is teszi a város. Ső, ha tudom, akkor én is megyek, ha tudom, hogy ilyen szak van. Én azt gondolom, hogy ez hozzátartozik az élethez. De az András én nem, tehát nem feltétlenül. Jaj, ne puccoskodjunk már! Ha érted, most mit urizálunk már? Az Andráson is vannak növények. Az volt az érdekes, hogy a bűz egyébként a közterület fenntartó megszüntette hétfőre. Tehát, hogy hétvégén ők vonultak ugye a Pride-on, és utána ezt már megszüntették. Megszüntették hétfőre, nem tudom. Húzatot csináltak felül. De most bekapcsolták a ventilátort. Ha leteszek a kertedbe egy rakat, igen, trágyát, akkor annak érted. Annak még egy hét múlva is szaga van. Emlékeim szerint, amikor apám, hogy hívják, adott a palántáknak, egy kis hogy hívják. Hiába locsolta meg anyád utána 50-szer a palántát, az ugyanúgy büdös volt. Egy kis parasznitrót, hogy legyen húzása, akkor hát ott azért minden locsolásnál az felé lett, hogy így fogalmazzam. Na, tehát ezt nem lehet csak úgy megszüntetni. Azt úgy lehet megszüntetni, hogyha ilyen illatosítót teszel valahol, és azt elviszed. Na, de állítólag maga a trágyázás az illegális trágyázás volt. Tehát, hogy nem is lehet. Nem, hát nem tudom, tehát, hogy nem direkt volt, hanem, hogy illegálisan valaki finoman betrágyázott oda egy keveset. Tehát, hogy nem teljesen tudatos volt. Hát most ellentmondó hírek vannak, mert ide-oda passzolja mindenki a labdát. De hogy... Van egy olyan jogszabály, hogy illegális trágyázást azért így büntetnek? Nem úgy, az olajszőkítés, vagy valami. Nem úgy, tehát, hogy nem a főváros kérte, hogy trágyázzák meg az Andrássy úti fákat, hanem valaki önszorgalomból odahozott hat mázsat trágyát, és azt ott szépen beterítette. Már nyilván valaki látta, hogy sárgulnak a levelek, már július van. Nem azért, mert sárgulnak a levelek. Hanem a Pride. Nem, nyilván sárgulnak a levelek. De akkor jó, csak akkor nem. Józsi, sárgulnak a levelek, holnap Pride van, nem baj, mi a levelekkel foglalkozunk. Hát direkt a Pride miatt, persze. Tehát valaki illegálisan betrágyázott, nem a sárguló levelek miatt, a Pride miatt. Ahogy mondtad, az nem volt így egyértelmű, illegálisan most már értem. Na, így most már mindenki ért. Ja, hogy arra gondolt, hogy a sárguló levelek miatt trágyázott valaki pont egy nappal a Pride előtt? De hogy arra céloztál, hogy nem a főváros csinálta a dolgot, hanem valaki, aki vagy homofób, vagy nem szereti a Pride-ot, vagy ellene van, vagy utálja a melegeket, vagy csak ki akart velük szúrni, betrágyázott. Az hogy azért ez mennyire szemét dolog. Ezeknek az embereknek nem jut az eszébe, hogy ott az Andrássy két oldalon ott laknak emberek, meg élnek emberek, meg vannak üzletek, meg ilyesmi. Tehát, hogy ezt nem csak a melegek érzik, hanem mindenki más is, aki arra él és lakik. Nem. És például azok a vendéglátóipari egységek, akik mondjuk kerthelyiséggel, meg terasszal rendelkeznek, és stb. Ők se fognak annyira örülni neki. Hát most ez egy naív feltételezés, hogy akik utálják a melegeket, meg ki akarnak velük szűrni, azok majd másnap a pizzázókra, meg az olasz kávézókra gondolnak, hogy de Józsi, ne trágyázzunk már, ott van az a Dolce Vita olasz kávézó, ott is emberek dolgoznak, ne szúrjunk már ki velük. Hát akinek ennyi esze van, hogy oda hordja a trágyát, az nem a kávézókkal fog foglalkozni, meg azzal, hogy most mit szól ez az ott lakó, hát az őket nem érdekli. Hát letrágyáztak, hogy büdös legyen. Ez ilyen csendes tiltakozás, nem? Aha, igen, ez a kulturális intelligens formája a tiltakozásnak. Igen. Egy néma mementó. Pártalicska szava. Igen. Ha már nem tudod megakadályozni, akkor csinálj valamit. Szörnyű, gyerekek, szörnyű. A technikai részét azért próbálj már megkitalálni, hogy hogy működött. Tehát, hogyha valamikor hajnalba végigmentek ketten egy talicskával, aztán oda velláztak alá, vagy mi? Ide egy lapát, és így cikcabban mentek a fasör között az Andrássy két oldalán, középen. Igen. Hova tegyük, kérdezték, és szépen lehetett. De mit érsz ezzel el? Megkeseríted azok életét, akik vonulnak? Tehát mi az értelme? Mi a célja? Mi volt az ember fejében? Legyen szarszak, megérdemlik. Ennyi? Ennyi. Hát ez. Ennél többet nem tudsz. Ez nem túl eredeti. Tökre büdös lesz majd akkor ott. De hát ettől még ott vannak, igen, ettől még vonulnak. Mennek, ettől vonulnak, hát, szerintem sok minden tök nem jó, történik. Hogy mennek, kell is menni, tehát nekem az ég egyadt a világon, semmi bajom nincs, sőt. Hát mindenki már azt, hogy ők akítak be. Micsoda? Hogy ők akítak be, azt hiszik majd az emberek, és akkor azt mondják, hogy jó, hogy ezek milyen emberek. Igazából az a baj, hogy rossz. Tehát egyébként is rossz maga a célkitűzés is, hogy csináljunk büdöset az Andrássy, mikor Pride van, de hogy még tettek egy lapáttal arra, a szó átvitt értelmében is, meg mindenhogy, hogy tettek egy lapáttal arra a botrányra, a gyűlöletre, ami zajlik, érted? Tehát, hogy még ezt megcsinálni, nem ért el a célját, mert a Pride, mert nekik az volt a céljuk, hogy ne legyen Pride, nyilván akik oda trágyáztak, a Pride az volt, és lesz jövőre is, nyilvánvalólag. Ehhez képest azt érték el, hogy meg most akkor ezen háborog mindenki, hogy trágyaszak volt az Andrássyn. Tehát teljesen fölösleges dolog volt szerintem. Na mindegy, de az viszont jó, és azt üdvözöljük azért, hogy rendbontás nélkül lezajlott, nem? Rendben volt, jó volt. Hát, próbálkozás az mindig van, de hogy azért ez már hál' Isten egyre elfogadottabb, hogy lehet menni, vonulnak, nincs ebből baj, senki nem bántja őket, nem kell félned, hogy te más vagy, másként gondolkozol. Nagyon profin biztosították, azt olvastam, hogy nagyon jó volt. Besütöttek a közelükbe. Igen, hogy leválasztották őket, és mindenki mehetett, gyerek, felnőtt, idős, fiatal, mindenki tudott nyugodtan vonulni. Úgyhogy azért ez kezd egész európai lenni. És akkor majd most az ellentüntetőkkel úgy szúrnak ki majd a melegek, hogy a következő ilyen az ellentüntetők által szervezett tüntetés, majd bepacsulizák az Andrássy utat, vagy valami? Hát lehet, hogy ez lesz, igen. Na, egy fotó terjeng az interneten, ami arról szól, hogy egy apuka, hát nem azt mondom, hogy hülye csinált magából, mert szerintem nem ez a jó szó, de a gyerek kedvéért Minionnak öltözött, és így mentek el New Yorkban a Minionoknak a bemutatójára, mert ugye hát most ők éppen készülnek letarolni a mozikat, mindenhol óriási sláger, Magyarországon is játsszák már a Minionokat, és apuka Minionnak öltözött, és úgy ment a fiával moziba, látszik a fotón, hogy ülnek, Minionos szemüveg, sárga póló, kék nadrág, apuka Minion lett. És apuka nem boldog. A gyerek legnagyobb örömére. Apuka a fotón nem annyira boldog, ugye? De lehet, hogy csak el van bult, és pont akkor kapták le, amikor ő egyébként egy kicsit elgondolkozott a metrón, mert hogy az ő fiát valószínűleg metróval vitte moziba, és Minionnak költözött. Imádom egyébként a képet is, meg az apukát, és szerintem ez tök jó fej dolog, de picit érzed rajta, hogy ő azért még hezitál, hogy ennek ő örüljön-e, hogy Minionként megy végig a metrón. Meg picit bízott benne, hogy nem találkozik a kollégáival, meg a barátaival. Nem tudjuk. Te vagy az? Szem, te vagy az. Nem, minyon vagyok. Bob vagyok, a minyon. Nem, a gyerek már elég nagy, tehát valószínűleg tudta, hogy az apja csak úgy beöltözött, egy ilyen 10 éves gyerekül mellette, szinte minyonnak öltözve. Egyébként viszont nyilván nagyon sok olyan hallgatónk van, aki valamit bevállalt már úgy a gyermekéért, hogy tudta, hogy hát azzal kicsit tulajdonképpen hülyét csinál magából, de mégis a gyerek kedvéért be kellett valamennek költözni az óvodában, megkérték az iskolában, hogy a szülők felváltva, mint a indiai jelmezbe menjenek be egy hétig, mert éppen a gyerekek az indiánokról tanulnak, vagy moziba mentetek, vagy Mikulásnak öltöztél, vagy bármi olyat vállaltál be a gyermekért, amikor hát, ha nem is teljesen önszántalatból tetted, de a gyerekért kellett megtenni, és örömmel tetted. Vagy éppen nem örömmel. Tegnap délutánomról szeretnék mesélni nektek. A gyerekek kitalálták az évezred bizniszét, mind a kettő, okosan. Most nálunk ugye EFOT van, és vonulnak Velencén keresztül. Gumikarkötőt gyártanak a gyerekek. Ezeket a kis izéket össze kell fűzni. Imádják, és ők kitalálták, hogy ezt ők árulni fogják. 200 forint per darab. Mondtam, hogy szerintem indítsunk egy 100-asról, mert azért mégiscsak lesz durva kapitalizmus 200. És ki kellett ülni az út szélére, van egy ilyen kis hordozható padunk, azt kitettük, kiraktuk a karkötőket, és apa ott ült, és kiabált, hogy 200 forint a karkötő. Ordibáltál te, hogy 200 forint a karkötő? Számla mert a srácok mondták. Számla nélkül, vagy számlával? Na most ez a másik kérdésem, hogy... Már rátok hívják a napot. De most várj, ez a másik kérdésem, hogy gyerekmunka esetén mi a járulék, és hogy meddig nem kell fizetni utána, de hogy ott ültünk kint a padon, és akkor hát mondták a srácok, hogy akkor apa nyilván te is. Hát mondtam, hogy de ti járultok, ti vagytok a bizniszben az érdekeltek, nektek kell kiabálni, és mondták, hogy nem, akkor neked is. Ha nekünk, apa, nekünk nincs adószámunk. Igen, csak úgyhogy számoltam 200 forint bele, nem írtuk bele. És akkor ültünk szépen, és kiabáltuk, hogy eladó a karkötő 200. 1200-nél vagyunk, 6 darab. Az nem olyan rossz. 1200 fagyi pénz megvan mára, illetve ma még szerintem lesz benne egy kör, úgyhogy lehet, hogy lesz belőle. Figyelj, ha kiegészítettek egy kis hideg rozéfröccsel is, műanyag pohárból, tehát hogy azért, ott szerintem már van profit. Igen, csak ott már nem csak a NAV van, hanem a nébih is, tudod? Tehát ott van egy ilyen ellenőrzés. Persze, mert mennek a tömegután, amit már helikopterről is lehet érezni. De hogy ezeket szívesen csinálod, hát nem, hogy most a gyerekeidnek csak megteszed. Meg ha te azt mondod, hogy te nem csinálod meg, akkor ő se fogja valószínűleg, tehát pont gátat építesz a gyerekben. Most ők miért nem mehettek volna Minyoni jelmezben, valószínűleg a srác egyedül hát nem aranyos, akar. De ez tök cuki, meg tök aranyos, de most gondold el, hogy mi lenne, hogy a gyerekeid már rákattantak volna a szalszportról, és azt szerették volna, hogy a Kula bácsinak költözöl délután kettőkor. Nem? Az menő. Hát azért az bevállalni. Képzeld el már, hogy Feri kitrappolott a maga kis 190 centiével a velencei szabadstrandra, és 110 kilós Kula bácsi. Az menő, Kula bácsi. Nem jönnek ki. És még nem jött a nap, tényleg? Még nem szóltak? Még nem, egyelőre nincs. Becsületkassza, írjátok ki, az jó. A kasszamat nem kell fizetni. Igen? Hát ugye azt beszéltük egyszer itt adásban, hogy a garázsvásár, ha te kiteszed a dolgaidat, azt ugye te is meg akarod csinálni, az 600 000-ig, azt hiszem. 600 000-ig. Na, hát hol vagyunk még a kis 1200 forintos bevételünk? Akkor nincsen. Csak a garázs kicsit messze van. Jó, majd kérek egyet kölcsön. Figyelj, aki, hogy becsületkassza, meg becsületnyugta. Aha, jó. És akkor én is úgy adok, ahogy ők fizetnek. Az jó. Egyébként ettől nem kell félni, írják igen pont a becsületkasszát, hogy ettől nem kell félni. Meg ha alapítvány. Legyek ki, hogy mitől mér a... melegebb azért, hogy milyen alapítványnak csináltatik. Odaírja, hogy mitől mér a Somáért alapítvány. De jó van a gyerek, nem kell semmi most. Hát de csak érted, jól tenne neki, hogy vitele külföldön tanulom, majd később, vagy ilyesmi. Ebből nem megy messzire. Hát nem megy messzire. 1200-ből a gyerek azért még nem megy nagyon messzire, igen. Hát a gyerekért meg kell tenni. Tehát ha gyerek kéri, akkor ott nincs mese. Be kell öltözni, föl kell venni, hülyét kell magadból csinálni. Na de mindent azért nem csinálnál meg. Egy szülinapi bulin, tessék? Hát te például nem öltöznél bohócnak a Benni kedvéért. Azért gondolom mindenek a határa. Ahogy én se öltöztem volna mondjuk a Virág kedvéért Teletabinak. Figyelj, a gyerekért szerintem, főleg ha a gyerek még pici, akkor én nem tudom, hogy a Benni tudna-e olyat kérni, amit ne csinálnék meg. Én utálom a bohócokat, rosszul vagyok tőlük, tehát tényleg ki nem álltam őket, idegesítőek, rosszak. De az a szülőnap zárt körül lenne, nem? Tessék? Azért a haveroknak nem mennél ki. Figyelj, ha a Benni azt hiszem, hogy 8 évesen, hogy neki... Jóval lehet röhögni, jóval igen. Én vagyok, Ricsi bohóc vagyok, fújd meg a virágot, szagold meg itt a felső zsebe. Vizes lett az orrocskát. Figyelj, ha Benni kérné, megcsinálnám. Hát ott meséltem azt a történetet, hogy én bevállaltam Mikulásnak. Hát öltöztem. Akkor kérje, Viki! Itt volt... innen szereztük a ruhát, ami kölcsönzőből, és itt volt a főpróba adásban. Az cuki volt. 2 vagy 3 évvel ezelőtt, ugye, itt hoztunk ruhát, és ti voltatok a bírák, akik eldöntötték, hogy menjek este. Mikulás kért a gyerekhez, vagy jó a ruha, vagy nem. Valami szörnyű ruhát hoztunk egyébként. Még volt. Kicsit nagy méret volt, kicsit lelógott, igen. A percekig kerestünk, hogy hol lehetsz. És ugye ott az volt a sztori, hogy én elköszöntem a Bennitől, mint amikor 2 éves volt, vagy 3 éves, hogy lemegyek a közérbe, ha jön addig a Mikulás, akkor tartsa itt. Kimentem a kocsiba, átöltöztem, aztán nagyon nyomorúságos sarkon elmentem, átöltöztem ott a kocsiba, próbáltam fölhúzni a nadrágot, és megérkeztem, mint Mikulás. És amikor bekopogtam, Bennit láttam az ajtón keresztül, hogy rohan nyitni az ajtót, abban a pillanatban ugye a félszakállam az leesett. És én úgy léptem be Bennihez, hogy ilyen félig fogtam a fülemhez a gumit, hogy ne vegyél észre. És lemélyítetted a hangot. Persze, tehát a gyerek így nézett, és aztán fél órát benn voltam, nagyon jól szórakoztam, hát Viki sírt a rögést, tehát vannak róla videók, hát olyan fotók, hogy azt nem hiszed el. Mindig, mikor a gyerek elrohant valahol, mondtam, nézd meg a Spice-ba, van-e ajándékcsóhító, akkor gyorsan visszaraktam a szakállamat, odajött a Viki. És mondtam, hogy mesélj el az apukájának, hogy itt voltam. És mondta, hogy persze, hát ő alig várja, hogy most mondom, hol az apukád. Fönt van, anyám! És mondta, hogy... Nem kacsintott? Mire? Hogy? Persze, elmesem, hogy apád! Hát, jó, van, kirek nézel hülyének. Te vagy az apád. 2 éves vagy. Ez a szaká rajta. Hülye vagy, nem 2 éves vagy, nem csecsemő. És mondtam neki, hogy meséld majd el, hogy itt jártam. Olyan cuki volt, mert ő elmondta, hogy hát de kár, hogy apa nem lehet most itt. Ő most elment a közérbe. És olyan kár, hogy nem találkozik veled. Pedig soha nem szokott közérbe. A lúzer. Ez gyanús. És mondtam. Figyelj, van fotó, hát mutatom, ott megyek, nézd. Ott megyek a gyerekkel. Hát felrakjuk a Facebookra. Tessék, ott megyek a gyerek. Nézd meg, ott megyek, mint egy ilyen vén trojtli. Itt már azt hiszem az egész szakállam leesett. A gyerek fogja a kezemet, mert mondtam neki, hogy kísérjen ki az ajtóhoz. Ki kísért az ajtóhoz? Majd beszálltál a kocsitba, és a gyerek, mi van? Ki kísért az ajtóhoz, és mondta, igen, hogy hát milyen kár, hogy apuci nem lehet itt. Sajnos hát pont most ment le a közérből, és mondom, mondd meg, hogy itt voltam, mondd meg neki. Mondjuk ezért nem örülnek neki, hogy lenne egy ilyen kép, vagy lett volna valamikor a virágról egy ilyen kép. Ez volt az utolsó kép, amin látták a gyereket egy télap. Egy nagyon sunyi tartású görnyet, hát abszolút nem bizalomgeresztő télapóval ment. Szörnyű volt, figyelj, melegen volt, viszkettel, a műanyag, a tanga bevágott, a gatyám, a fenekemet. Az nem kötelező. Azt mondtam, hogy ez nem kötelező. Jó, hát gondoltam, akkor azt is fölveszem. A furák ezek a finnek, de hogy... Végre egyszer tanga lehetett rajta, és tudom, hogy a csomó a hasamon az így ki, nem tudom, szétment, és... A legjobb az volt, amikor kimentem Mikulásként, visszajöttem, és a gyerek áhítattal mesélte, hogy apa, itt volt a Mikulás. Lemaradtál róla. Itt volt. Hol voltál? Miért nem jöttél? Itt volt, és beszélgetett velem, és egy csomó mindent tudott rólam. Tudod, én meg büszkén. Mit találtál? Szerintem azt a képet tegyük fel, amire úgy nézek, hogy éppen a szoba közepére hullál. Te személy! Ott Mikulás voltam! Életem alakítása volt! Életem alakítása! De láttad azt a sapkát, hogy jár rajta? Figyelj, nem ment rá a fejemre. Konkrétan nem ment rá az a rohadt sapka a fejemre. Tudod, hogy féltem, hogy lebukom, és észreveszi a gyerek. Le van csúszva az egész szakárrendszer, és a feje tetején van a sapka, mert nem bírja följebb húzni. Figyelj, a sapka nem ment rá a fejemre, tehát pedig abban más bevásárol 2 kiló krumplit. Tehát abban elmész vasárnapi nagy bevásárlást csinálni. Na mindegy, aki teheti, gyerekek, tényleg próbáljátok ki, hogy a gyerek kedvéért kicsit hülyét csináltok magatokból, egyrészt jó. 2, hogy soha nem jön vissza az alkalom, amikor a saját gyerekednek lehetsz például Mikulás. De tényleg, most elsütném, hangosan röhögne, ledobná magát a szoba közepére, és ütné a földet, hogy de hülye vagy, vedd le ezt a szakállat. Azt ki kell próbálni. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy a gyerek kedvéért mikor csináltatok magatokból bolondot. Jó, kellett-e szülinapi buliban tényleg Indiának költözni, Bohócnak költözni, az ugrálóvárba versenyt ugrálni velük? Mi volt az az alkalom, amikor a gyerek kedvéért, hát nem volt kifogás, és kicsit bolondot kellett csinálni magatokból? Jövünk az SMS-ekkel, Ákos, hírei után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra múlt 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Sziasztok! Hello! Drága hallgatók, itt vagyunk, és az utolsó 1 órát kezdjük el, amiben kicsit hát felrúgtuk a szabályokat, és módosítottuk az adásmenetünket, átszerkesztettük a délelőttöt, lemondtuk a híres sztárvendéget, visszautasítottuk a Jude Law interjút, ami lett volna 9 óra után. Maradék témáikat átdobtuk a konkurenciának, legalább nekik legyen belőle hasznunk. Így van, itt ült kint Spielberg, elküldtük, hogy igyon egy kávét, csak jövét után tudunk vele foglalkozni. Mert a hármasugrás játékosunk, a drága Judit, hát izgult, stresszelt, és adtunk neki nagyon sok időt, de azt gondoljuk, és tényleg azt hiszük, és abban hiszünk, hogy azért a Forma 1 jegyek és a VIP jegyek menjenek olyanoknak, akik azért, hát nem is azt mondom, hogy tudják egyértelműen a választ, de azért 2-3 perc alatt tudnak szülni legalább egy jó válaszos, hasonló dolgot, és hát Judit elvérzett az első válasznál, nem is nagyon tudta. Viszont itt nem tudtunk neki mit adni, és arra gondoltunk, hogy oké, hát ha van ez a VIP1, akkor ne legyen az, hogy megtartjuk, szétdobjuk, hanem egyszer tényleg értetek, szereztük, értetek vagyunk, hogy átmentjük 9 óra utára, játszunk még egy extra hármasugrást, és valaki egy újabb lehetőséget kap. hát újabb lehetőség ugye nekünk, neki először lesz, hogy elvigye a jegyeket, jó helyre menjen és tegye boldogá a gyerekét, a feleségét, a férjét, bárkit, de nyerje meg ezt a jegyet, ami ugye a Gold Tribune-re szól, ami már önmagában szenzációs, csak ez most VIP jegy, úgyhogy kajával, piával, étel, itallal, mindennel együtt. A sátorban, a Gold Tribune mögötti része. Ott-ott. Úgyhogy tessék utána nézni, hogy pontosan mit tartalmaz az a jegy. Az biztos, hogy péntek, szombat, vasárnap, de pénteken még lehet, hogy van benne délelőtt egy kis ilyen látogatás, olyan látogatás, ide-oda tudtok vele menni, és hát szombaton a futamot szenzációs helyről tudjátok nézni. Ott cserélnek majd előttetek kereket. Ugye ez a Gold Tribune. Tehát van, az a célegyenesben a legjobb tribune, ott lövik el. Ott lehet nézni majd a sertepertélő. Hogy hívják ott? Kiket? Szerelőket például. Serpákat, nyakokat. Most őszintén mondom, tényleg nem akarom degradálni, mivel mindenki tudja úgyis rólam, tehát hogy nem árulok el vele zsákbáncskát, hogy a technikai sportok hozzám nem állnak annyira közel, de mint a labdajátékok. Számomra, mint például a labdajátékok, igen. De számomra a Forma 1-nek az egyik legizgalmasabb része az, amikor kimennek, kereket cserélnek, stb. Mert ott azt látom, hogy egy óramű pontossággal működő gépezetről van szó. Mindenki tudja, hogy mi a dolga. Jó esetben arra a kocsira rakja fel a gumit, amelyik hogy hívják, amelyik hozzá is tartozik, stb. És én mindig élveztem ezeket a dolgokat. Néhány tized másodpercen múlik az, hogy valaki megnyer egy futamot vagy sem, mert hogy lecserélték el, mit tudom én, a ilyen gumit, olyan gumira. Aha, az ilyen gumit az olyan. Vagy egy kapod azért vágodában az ilyen gumit az olyan gumira. Vagy kapod ennyi vagy annyi benyát. Igen, főleg, hogy 10 éve nem tankolnak, tudod. Most érted. Bruttó 8 éve nem tankolnak már menet közben. De persze, figyelj, hát a lényeg, hogy izgi, nem? Tökre rendben van. Nem érthető mindenhez. Én sem nézem a Forma 1-et, de örülök, a hallgató boldog. Ez a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy ők boldogok legyenek. De ti élvezitek, ti szeretitek, titeket el is tudnának képzelni egyébként egy Forma 1-es autónak az ülésén. Jó, hát nyilván mondjuk Feri, nem 4 kerék lenne, 6 kerék lenne, Balázsnál meg amikor a táblát benyújtják, ugye a szerelők azon a táblán nem felirat lenne, meg nem tábla, nem egy tükör. Finoman rohadjál csak meg, nem nagyon, éppen hogy rohadjál meg egy kicsit. Oké, kész vagy dolog, na, sérom jó, na, akkor nyomjuk nekik. Tudod mi lenne, apám? Tudod, mi lenne? Ott lenne izgalom. Oda pörkölnél, mikor szembe mennél mindenkivel? Én megcsinálnám a bulit. Komolyan mondom, én Forma 1-es pilóta lennék, megcsinálnám a bulit. Az egyetlen, akiben fantázia van, az a Hamilton. Ő tudja, hogy kell Forma 1-es pilótának lenni, de tényleg, a többi olyan rohadt unalmas, annyira igaza van a Bernie-nek. Csak a sport, csak a Forma 1, csak a futam. Dög unalmas. Egyik se egy karakter, egyik se egy egyéniség, egyik se vicces igazán. A Hamilton, meg a Raikkonen, ő csak a beszólásai miatt egyébként, hogy rövideket mond és frappánsokat. Csinálnék ott műsort. Megcsinálod nekik a show-t? Mert szerintem a Forma 1-es pilóta az utána is legyen vagány, éljen úgy, nem, tehát hogy legyen benne valami, ami kicsit izgalmassá teszi, és nem az, hogy csak a Forma 1, csak a Forma 1. Ez a Vettel is 4-szeres világbajnok, de olyan rohadt unalmas, annyira rohadt, nincs benne semmi. De tényleg, tehát hogy most csinálsz egy kézzelás, és izgalmasabb vagy, mint Vettel egész évben. Nem igazán mond izgalmas, viccelődik, de maga, mint karakter, dögunalom a pali. Közben egy Forma 1-es pilótától azt várnád, hogy kicsit tényleg legyen olyan, mint a Hamilton, a formabontó, úgy jelenjen meg, gyűjtse az autókat, repzenét hallgasson, nem tudom, legyen benne valami, legyen legalább egy kutyája. Hát a Hamilton gondoltam, attól izgalmas, hogy van egy kutyája. Hát azért milyen pilóták vannak, ha attól vagy izgalmas, hogy tudunk örülni. Van egy kutyád, és minden futam ott van veled. Hú, de jó, legalább tud róla írni. És a csapatod is ilyen lenne? Tehát a csapatod is laza, vidáz csávóból állna, érted? Egy kerékcserén is simán beleférne, hogy mit tudom én, a csapatfőnök odaszól neked, hogy Balázs, 1 perc és nyersz! És persze, és mindenki a YMCA-t hallgatás, és úgy csinálják elkezdeni, YMCA! Ez a kerékcsere! Abban lenne vitamin, lehet, hogy csak 1 évig lennék Forma 1-es pilóta, de ott történne valami. Basszus a rossz benn! Igen, érted, de Hamilton állt rossz depóba is, amikor átment a McLaren-től, vagy honnan pontosan, nem is tudom, igen, a McLaren-től ugye átment a Mercedes, akkor beállt rossz depóba. Legalább történt 2 hétig mindenki erőlt, hogy úristen, rossz depóba állt. Hát minden héten rossz depóba állni, persze. Hát akkor többé közül olyan lennél, mint a James Hunt. Igen, na a James Hunt izgalmas volt, tehát a Lauda és a James Huntnak a viadala és az öldöklése és az ő futamaik, és ugye a Lauda a precíz, pontos, minden futamra felkészülő, a patkány becenevet is elő, míg a James Hunt a nagymenő, a csajozó, a playboy, de közben über tehetséges volt ő is. Hát hogy vezetett, erről egyébként egy nagyon jó film is készült. Játszották 2 vagy 3 évvel ezelőtt a moziban, zseniális film, tényleg nagyon jó. ő egy nagy karakter volt, és egy nagy forma volt. Hát mostanában azért a Forma 1-es pilóták nem ilyenek. Na jó, hát ha most jó helyre megy a jegy, bízzunk ebben. Játszunk? De jó lesz. Oké, toljuk, vágjunk bele Mr. Jock. Bali Racing. Bali Racing, ott lenne izgalom. Na játszunk egy újabb hármasugrás, itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Petya vagyok. Petya, hello Petya, honnan hívtál minket? Zalaegerszegről. Zalaegerszegről? Mit csinálsz? Egy gyárban dolgozom. Gyárban dolgozol. És milyen gyár ez? Mit csináltok ott Zalaegerszegen? Milyen gyár van? Ott műanyagot gyártunk. Műanyagot gyártotok. Aha. Na, mesélj egy kicsit a Forma 1 szeretetéről. Kinek szeretnél nyerni? Kinek drukkolsz? Voltál-e már futamon? Hát nem voltam még futamon kint a Hungaroringen, legalábbis Forma 1-en, de 1984 óta nézem a Forma 1-et, és nagyon szeretem. Minden futamot nézek, és úgy szoktam időpontokat is egyeztetni, illetve igazítani a programomat, hogy minden futamot lehetőség szerint meg tudjak nézni élőben. És kinek drukkolsz? Alonzónak. Alonzónak. Hát ő most nem szerencsés annyira. Hát jó, most szegényként. Jó, de nem akart már örök második lenni, nem akart, hogy inkább elszerződött a felelítón, azt gondolom. Igen. Jól van, kit vinnél magaddal? Hát páramat szerintem. Ő is Forma 1 rajongó, vagy csak nem lenne más választás, hogy menjen veled? Még nem tud róla, de az. Ja, hogy még nem tud róla, de az. Szabad vagy hétvégén, ráérsz, és tudsz menni. Ez a lényeg. Igen, persze, tudok. Jól van. Oké, ha az első jegyet megnyered, akkor már ugye megvan az állójegy, a második Red Bull relikviákat jelent, és a harmadik jegy, vagy a harmadik kérdés megválaszolása jelenti a Gold Tribune jegyeket. Rendben. Oké? És a tormás tekercset. Igen. Igen. Na figyelj, így szól az első kérdés. Melyik csapat pilótajaként lett világbajnok Kimi Räikkönen? Ferrari. Oké, megvannak az állójegyek. Szuper. Menjünk tovább? Igen, menjünk. Így szól a második kérdés. Melyik ország nagy díját rendezik az Albert Parkban? Albert Park? Monaco. Melbourne. Léci. De hogy így... Elmondtuk, hogy ne kapkodj, gondolkozz. Basszus. De csak mondom. De most tényleg, csak azért mondom, hogy haragudjál magadra. Beütöd azt, hogy Albert Park. Nyomsz egy entert, és rögtön feldobja. Nincs itt most gomb. De ő nem ütött, látod? Jó, nem. Ő felnyújtott. Akkor viszont nem kapkodunk. Akkor nem kapkodunk. Jó. Emelje meg, pedig tudtam. Jó, figyelj. Nincs baj, de mégis. No. Mostra azért rajtunk is segítsé, hogy mire gondoltál. Nem tudom. Mert ugye most az van, várjál, most akkor várjál, akkor az van, hogy most elbukja a jegyet, ugye? Igen, hát most mindent bukott. Nem. Hát a második, ha buksz, bocsánat, a szabályzatunk a hármasugrás az hármasugrás. Kérem Ferenc, ismertesse a szabályzatot. A hármasugrás szabályzatának 2. paragrafusa szerint, ha a második kérdésnél elbukod a játékot, akkor az első ajándékot is elbukod, és a másodikat is. Tehát ő most elbukta a 2 állójegyet, és a Red Bull relikviát. Ha szigorú akarsz lenni. Ha nem akarsz szigorú lenni. Rendben, népem, meghozom a döntést. Igazságot szolgáltatok. Megtaláltam a jó megoldást. Megszületett. Állhat életbe, de izgulok. Felkészültetek? A szabadság után hétfőn? Megtudtam. Hogy van, nagyon késő lesz, akkor már üres lesz a Hungaroring. Az lesz az igazi futam. Csináljuk azt, hogy kivételesen most akkor megint kivételt teszünk, mint egyébként mind hármasugrásban, mindig kivételesen játszunk éppen valakivel, és kivételesen adjuk oda. Odaadjuk neki az állójegyet, és még egyet játszunk. És addig játszunk, amíg valaki el nem viszi azt a 2 darab VIP-et a Goldtribűre. Jó, így jó, mert csak mondom egyébként, hogy ha most odaadnánk neki mégis, akkor tényleg megrohannák az épületet. Hát nem, hát akkor nem tudjuk odaadni. Mert mi egész héten azért úgy játszottunk, persze, hogy aki mondjuk a másodikra rosszul válaszolt, ez nem nyert semmit. Oké, Petya, jó ez így neked? Persze, megfelel. Állójegy? Szuper, köszönöm. Jól van, na, oké. Ennyi. Látod? De fél lábon által. Minden második kört nézheted csak, mert ez nagyon nagy Forma 1 rajongónak Albert Park, Monaco, hát szerintem te az Albert Herceggel keverhetted, ugye? Másodszorra már rávágtam a jó választ, de akkor már később. Jó, van 2 állójegyed, de erre VIP-jegyet mi nem adunk. VIP-jegyet tökéletes válaszol. Jó? Köszönöm. Jó mulatást. Köszönöm. Ciao, ciao. Ájjaj, jó szívette. Na jó van. 3-as ugrás, 3. felvonás. Halló, jó reggelt. Halló? Ó, Eltűntél? Nem, most már addig nem. Gyerekek, addig nem. Jó, és akkor na, most mi van, hogy most kap egy kérdést, megkapja a harmadik kérdést, ha tudja, akkor vissza. Tudja, nem, akkor én megyek ki, és végig állom, ülöm, eszem, bent a vibbe, sokat tekercset eszem 3 napon keresztül. Nem igaz, hogy nem tudjuk odaadni valakinek. Már látom magunkat a lelki személyek előtt. Állunk a Hungaroring előtt. Halló, nem akar bevenni a vindát? Átadtad, hogy az anyádba ingyen, neked adom hozzá egy kis köcsök, amíg szépen mondom. De szórakozzál. Hát akkor mit csináljuk? Na? Mi nem megy ezen? Red Bullos relikviák, mondjuk ez a hamisítványsz, arra jössz ide kis köcsök. És elvisznek a rendőrök. Jegyüzért, tudod, és elvisznek a rendőrök. Na. Hogyne. Na mi? Jó, nem lehet könnyű találni ebből a 4000 darabból. Most már nem, gyerekek, addig nem. Addig se, én addig sehol. Meg se szólalok. Nem, addig nem. Nekem most úgy zárom a szállom. Hallgassuk a zenét addig. Tényleg megvárom, míg jön a játékos. De akkor tényleg ne szólalnál. Nem, én. De hát most is megszólalt. Addig mindenki figyelmébe ajánlom, de elhúzta John Félbeszelen fotóját, jó? Jó. Hogy azért arra vessetek egy pillantást, de elhúzott John. Az egyik bulvár újság összeszedte a 6 legjobb pasit, 8-at félmeztelenül fotózkodtak, és köztük a elhúzott John is. Egyébként jól néz ki a pari 60 évesen, de ezt sem értem, hogy valaki miért fotóztatja magát félmeztelenül, olajjal bekembe. Ezért, mert 60 évesen még így néz ki, és ő büszke rá. Nekem egy NDK pornófilm jutott róla eszembe a 70-es években, de egyébként nem rossz maga a fotó. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Szia! Hello! Balázs vagyok. Na! Hello, Balázs! Na figyelj, Balázs! Ismered a Forma 1-et? Igen. Szereted? Imádom. Nagyon jól tudod a válaszokat? Hát eddig igen. Oké, kit vinnél? Kit gáncsoltál el, akit szintén játszani szeretett volna? Nem tudom, itt a metrón utazom, és most már leszálltam. Metrón, merre mész? 4-es metróban megyek Újbudára. Mi a kedvenc ételed? Töltött káposzta. Na jó van, és annyi mindent kérdeztünk egyébként a játékosoktól, és annyian elmondták, hogy ők mekkora rajongók, ők mekkora fanok, és hogy mennyire szakértők, és hogy mennyire szeretnének ott lenni, aztán nem. Na figyelj. Igazából tök mindegy, hogy mit kérdezünk. Mehetünk? Egy kérdés, jó? Így szól. 2 darab VIP-jegyért, Gold Tribűre szóló VIP-jegyért. Ki nyerte meg a Hungaroringen rendezett első magyar nagydíjat? Gondolkodom egy pillanat. Netezel közben? Nem. 2 tippem van, basszus. Egyet mondj. A fekete öves karatéka egyébként. Nem segítünk. Piquet? Nelson Piquet? Vagy a Nigel? Mondj valamit. Akkor... Léci, mondj valamit, tényleg. Legyen a Piquet. Milyen Piquet? Nelson Piquet. Ilyen nincs, hogy Nelson Piquet. Ilyen nincs, hogy Nelson Piquet. Kiskorában hívhatták így legfeljebb a Karib térségben. Az apukája nemrég volt Forma 1-es Piquetnek, nem. Fú. Ne szívasunk már szerintem. De nem, én ebben nem semmi, hát én olyan szívesen adott jegyet, csak valaki, nem akarom ilyen félnyomorultól odaadni ezt a... Jó, honnan jön? Jézusom, a spanyol rokonok hívták kiskorában így. Kicsi Nelson. Lányos zavaromba. Jó van, Nelson Piquet, így van, ő volt az első Hungaroringen rendezett magyar nagydíjnak. Nelson, kész a tapász! Vamos, chicos! Vamos. Nekem ezután már csak Nelson lesz, az biztos. Nelson Piquet, így van. Na jól van. Hú, köszönöm szépen, nagyon örülök. Fú, de nehéz szülés volt ez a játék, a mindenit neki. Ott lehetsz a Forma 1-en, kivel mész, kit viszel, aki jön. Barátnőmmel fogok. Barátnőddel, jól van. Igen. Érezzétek jól magatokat, ezek VIP-jegyek, úgyhogy irány a sátor, egyetek, igyatok és nézzétek a futamot, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Jó van, metró is jön, gyerekek, minden van. Köszi a játékot, jó mulatást, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Nem volt rövid. Kicsit fújnom kell egyet, tessék? Nem volt rövid. Megszültük. Jó. Megszültük. 5 perc, pontosan 9:30, jövünk vissza mindjárt. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Fél 10 múlt, pontosan 3 perccel, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk egy hosszú, kicsit gyötrelmes játék után, de végre valakinek. Odaadtuk a jegyeket, a lényeg, hogy jó helyre ment, örül a hallgatónk, és egész héten jó helyre mentek a jegyek, úgyhogy mindenki érezze jól magát. Jövő héten a futamon, és lesz még ilyen, minden évben sorsolunk, aki most nem nyert, hát sokan vannak, nyilván több ezren, akik írtak nekünk SMS-t, mindenkit sajnos nem tudunk, mindenkinek sajnos nem tudunk jegyeket adni, ne keseredjetek el, lesz még ilyen lehetőség később. Jó? Hát bizony. Csak 5 ember nyerhet, vagy 3 vagy 4 ember. Sajnos hát több ezren jelentkeztek egy ilyen játékra, tényleg látni kéne az SMS falat, még most is jönnek az SMS-ek. Kicsi az esélye, hogy pont ti legyetek azok, de reméljük, hogy jövőre még szerencsésebbek lesznek. Bizony. Volt közben egy félrevezető információ egyébként, csak az érdekesség kedvéért mondom el, hogy nem Nelson Piquet, hanem Nigel Mansell volt, aki a második magyar nagydíjat megnyerte. Ő feketőves karatéka. Tök érdekes, szerintem meg tök izgalmas. Hát ezért nem nyertek az emberek, jó? Hát ez mert ezt bedobtad. Ezért nem nyertek. Mondjuk ő most pont nyert. Ja, tényleg, de hülye vagyok. Na mindegy. Mindegy, lényeg megnyert. Mert ne is bonyolítsuk, mert csak magunkat is bajba keverjük. Megnyerte, az a lényeg. Megnyerte, jó helyen van, ott hát van, úgyhogy megnyerte. Aha. Magunkat nehezen keverünk bajba, úgyhogy a második, a harmadik, negyedik, meg a 23. esélyt is megadjuk a hallgatóknak arra, hogy nyerjenek. Jó, nem, zárjuk is le, túl vagyunk rajta, megnyerték, úgyhogy vége a Forma 1-es játéknak. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait mindjárt, ugye több dologról is beszéltünk. Egyrészt egy plakátos fiúról, hát reméljük nem megint egy gerilla marketingről van szó, egy gerilla kampányról, ugye egy plakátos fiú, aki kereste azt a lányt, aki egy budapesti szórakozóhelyen az ő nyakában ült. És ez a helyes fiú egyébként ez beleszeretett kicsit ebbe a lányba, mert hogy fél Budapestet kiplakátolta, és hát próbálta megtalálni a leányzót, aranyosan egyébként, és hát mi is ugye kapcsolatba léptünk vele, elmondta, hogy nem akar nyilatkozni, nem akar megszólalni, de a történet azt mondta, hogy igaz, tényleg a nyakában ült egy piros tornacipős lány, és szeretne vele találkozni. Hát elleplakátolta a város. Igen, romantikus, jó, ez egy cuki történet. És a mi Julink beszélt vele, és megígérte nekünk a srác, hogy ha a lány előkerül, ha jelentkezik, akkor mindenképpen ezt közli velünk. Igen, arról beszélgettünk, hogy kit milyen furcsa, hát hogy is mondjam, furcsa pillanat ért már első rendezvún, mert hogy ugye, ha megvan a nagy pillantás a buszon, a villamoson, akkor előbb-utóbb abból randi lesz. Tehát az első randi ugye nem mindig úgy sül el, ahogy te szeretnéd, kiderül a lányról egy-két dolog, kiderül a fiúról egy-két dolog, és úgy érzed, hogy 10 perc után menekülnöd kell. A hallgatóink rengeteg SMS-t küldtek, kivel milyen megdöbbentő dolog történt már az első randi. És itt ragadnánk meg az alkalmat, hogy Feri is gyerekkorában egyszer 3,5 kilométeren keresztül vitt a nyakában egy rackajuhot, hogyha esetleg hallja most. 6,5. Úr vagyok, vissza is vittem az akció után, tudod? A hallja az a bolytárlány, aki ott volt kint a mezőn, hajtotta az állatokat, és vette Feri pillantását nyakában a rackajukkal, akkor legyen szíves még ennyi év után, és írjon már, hogy Feri végleg el tudja ezt a sztorit engedni. Igen. Szóval erről beszéltünk, valamint mi volt a másik témánk? Ki mit tett már meg a gyerekért? Bizony. Mert látunk egy fotót egy amerikai apukáról, aki ül a gyermekével a metrón, a fotó nagyon helyes, és apuka Minyonnak öltözött. Aha. Ugye a Minionok most törtek be a hazai mozikba is, és hát a beöltözött Minyomnak nyilván a gyerekek kedvéért, és elmentek közösen a filmet megnézni, úgyhogy a gyerek is Minyon volt, és apuka is bevállalta, hogy metróval Minyonnak öltözve elmegy, és megnézi ezt a filmet. Így van, és karakterszínésznek tűnik az úriember, az apuka, mert hogy gyakorlatilag 100%-osan tudja hozni a beletörődés arc kifejezést. Apuka nem boldog. Viszont aki szülő tudja, hogy ha a gyermek kér valamit, akkor hát mindent meg kell tenni. A gyermek, ha megkér, hogy legyél ott mellette farsangon, vagy öltöz be valaminek, vagy legyél bohóc, akkor nem mondhat nemet. Arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyan SMS-eket, hogy mi volt az a pillanat, amikor ők bevállaltak valami, hát extrém dolgot a gyerekért. Úgyhogy ezeket a pillanatokat megmutatjuk, de én előtte fájdalmas búcsút veszek tőletek, elmegyek, szolgálom a népet, hogy legyen ősszel televízió műsor. És most jó hosszú ideig nem találkozunk. Bizony. Jaj, de na, dolgozol végig? Holnap volt az első őszinte mosoly az arcodon, végre! Sose csinálok ebből titkot, hogy az ilyen pillanatoknak örülök a legjobban, amikor nem találkozunk. Nem, ezt tudjátok, hogy ami az arcomon, a szívemen. Mentek valahova, vagy csak fekszel otthon és alszol egy hetet, hogy végre kipihen magad. Most ilyen belföldi dolgok vannak. Ti merre mentek? Ugye, mert hogy jövő héten nem vagyunk, ezt többször mondtuk hallgatóinknak, hogy drágák vagytok, helyesek vagytok, hogy már most hiányzunk. de best of lesz a jövő héten, mert egy kicsit elmegyünk pihenni. Én biztos, hogy hasznosítani fogom azokat a nagyon jó kis ötleteket, tippeket, amik a hallgatóktól jöttek, hogy hol a legjobb és a legolcsóbb a lángos meg a palacsinta a Balaton környékén. Biztos, hogy elmegyünk. De nehogy vizes legyél, vagy esetleg vízbe menjél, vagy napozzál egy fél órát. Miért mennék be a vízbe? Azért mondom, van ott vár is. Kutya fáradt, hát azért Balatonban, azért vigyázz, nehogy azért még a végén ott bemenjél, ússzál egyet a Balatonban, megállt neked a víz. Van Csobán, Szigliget, Hegyest, Fejérkő. Megösszállással a Blinkbe 10 000 ére alatt van egy kis hófehéren. Hófehéren, hogy ott nem tudom, Füred István, ott kidobod magad a népnek és fürdesz. Hát ez a veszély mondjuk nagyon nem fenyeget, de azért vigyázzál magadra. Tényleg, hogy nehogy lides legyél. Ne, hát az én lábaim azok nem fognak soha lesülni. Szóval megszokhatom. Nézd, apu, daru! Nem, az Jani bácsi. Jani bácsi várlatogatás után. Úgyhogy ti is pihenjetek jól, mindenki pihenjen jól, jó? A születésnap ajándékokat nem elfelejteni. Van, Jani, van szülinapod. Mondom, hogy most, a hétvégén májusban volt, de hát köszönöm előre is. Ha hétvégén vagy jövő héten az a romantikus érzés a hatalmába kerít benneteket, hogy Balinak a szülinapjára esetleg vennétek valamit, engedjetek utat az érzéseiteknek, jó? Aha. Tehát nyugodtan tessék bemenni a boltba, fölhívni a Vikit, hogy minek örülnék, valami finomsággal kedveskedni, Viki fölveszi a telefont, válaszol a kérdésekre, úgyhogy ne rejtsétek el az érzelmeiteket, most, és ne próbáljátok elnyomni magatokba. Az a baj, nem jött meg, mert le akartanak gyártatni egy belülfoncsorozott lencséjű napszöveget, hogy mindig lásd magad. Ha ezzel szeretnél meglepni, lepjél meg. A lényeg, hogy jó lesz valami. A lényeg, hogy legyen. A lényeg, hogy legyen valami. Tessék ajándékokat vásárolni Balinak. Jó a szülinapjára. Képeknek is örülsz, gondolom. Ugye, ha küldünk Horvátországból, hogy búvárkodom. Én tudom, hogy mindennek, ami jó indulatú, és amit nekem vesztek, annak örülök. Ha ez egy kép, ahogy búvárkodsz a horvát tengerparton, legyen az. Figyelj, adunk a sajátunkból neked egy-egy nap szabadságot. De nem, most ez komolyan. Nem, miért adnék? Ha van neki is, hát ne hülyéskedj, több van, mint neked például. A népet szolgálom. Na jól van, szevasztok, akkor jó nyaralás mindenkinek, jó, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, aztán jövő hét után vagyunk hétfőn, először, ugye? 27-e. 27-e, így van. Szevasztok, ciao. Sziasztok, ja, bocs. Ja. Mi megjövünk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 4 perc elmúltál, 3-4-10. Csabi, szevasz! Jó reggelt, szevasztok! Ez mi, hogy nekünk rózsánk van, és a Janinak miért nincs? Képzeljétek el, én is kaptam egy szál rózsát, és most Csabi is bejött egy szál rózsával, amin van egy ilyen papír, hogy add tovább, névre szóló én Rákóczi van. Ferenc. Hát, srácok, azért nem kaptam, mert magamnak miért vennék, viszont fogadjátok szeretettel. Add tovább, nekünk kell, nem kaptatok tőlem semmi. A Janinak. Szevasztok! Ja, lehet, hogy neked kell. A Magyar Vörös Kereszt. Nagyon jó, és névre szól, ez biztos, hogy valamilyen, azt mondja, hogy ez egy kampány. Ez egy kampány, és nagyon jól teszik egyébként, hogy kampányolnak, mert hogy ugye még egyszer mondjuk a Magyar Vöröskereszt kampányáról van szó. Tegnap láttam a híradót, és felhívnám minden olyan kedves hallgatónknak a figyelmét, akik adott esetben hajlandók arra, természetesen már korábban is voltak ilyen akciók, mert hogy ugye a véradó kamion sokszor megállt már itt az ülő 502 alatt, és nagyon sokan jöttek, és nagyon sokan adtak vért, de hogy aki esetleg még úgy gondolja, hogy neki ez belefér, vagy valamilyen okból kifolyólag korábban nem tudott vért adni, hogy egyre kevesebb a véradó nyáron a szabadságok miatt, és most az a helyzet, hogy... Képzeljétek el, hogy a hölgy kollégák bort kaptak, és a férfi kollégák kaptak rózsát. Nem szúrtak el valamit a Vörös Keresztnél? Lehet, hogy a címkézésen kicsit gondban voltak. Lányok, cserélnék! Jó, minden akció. De ha nekik is rajta van, hogy add tovább, akkor lehet, hogy arra gondoltak, hogy egy ilyen kis interakciónak kellene létrejönni itt házon belül. Ja, és akkor bort virágra. Szívesen cserélek. Jó. Nagyon köszönjük a Magyar Vörös Keresztnek, meg tényleg a figyelemfelhívás az marha fontos, úgyhogy aki tud, most nyáron a szabadság előtt, után, akár közben is, így van, nyugodtan menjetek el vért adni. Nem fáj a dolog, viszont nagyon sok emberen segítesz vele. Jó. Például hatalmas siker volt, ezt egészen konkrétan a véradó kamion sofőrétől, a sógoromtól tudom, hogy hatalmas siker volt például a Volton. A véradás. Rettenetesen sokan mentek el, iszonyatosan jó fejek voltak. És lehet úgy is, hogy előtte itt áll. Csak nem. Mert láttam a kérdést az arcodon, Csabi, hogy a Volt Fesztiválon... Az jut eszembe pont, hogy a Volt Fesztiválon ugye jól jön, ilyenkor szoktak adni némi folyadék utánpótlást, tehát ott azért gondolom, és lehet, hogy jól jön. sörérvért adok. Jaj, a fesztiválozás jut eszembe, hogy nálunk most megy ugye az EFOT Velencén, hogy üzenném a szomszéd házban a lakónak, hogy hajnali 4:50-kor, ahogy énekelte a nézését meg a járását, hogy a dallam nem úgy vad. Tehát nem baj, nem baj a hangerő, azt hallottad, úgy vannak a házak, hogyha nálunk kijössz a teraszra, akkor az előttünk lévőnek a bejárója van, a hátsó bejáró, és amellett van egy WC, egy kis lenti WC. Nyitott ablakot, nem tudom, hogy közben csinálta valamit, csak azt hallottad 4:50-kor, de üvöltve. Nézésség meg a... Akkor de üvöltve. Nézésség meg a járását. És ez amikor így belekeseredsz a dalba, tudod? Szegény megfáradt egy kicsit. Úgy, de nem lehet egy feldolgozása ennek? Egy lehet, és majd ő is. A szomszédból. Lehet, és majd ő is benyújtja ezért a, tudod, a szerzői jogvédőhöz, hogy ő vagy csak arra fellépésenként. És a WC ablakon keresztül jött a hang? Igen. Ha? Szerencsére csak nem az. Figurázott hozzátok. Nem kísérte saját magát. Hívjuk fel a naphallgatóját, legyen ez. Mert ennyi dolgunk van már csak. Most, hogy kérdezitek, bográcsos recept van a Facebookon. A vörösboros marhalábszárpörkölt alternatíváját kívánjuk. Vagy kínáljuk, ez barna sörös, de marha. Csak hogyha valaki esetleg már nem mintha meg lehetne unni egy jó... Megfotóztad? Meg én. Nem mintha meg lehetne unni egy jó marha pörköltet, de esetleg van más alternatív. Halló? Miért halló? Ajjajjajjajjaj, halló. A Morning Show lett volna, akkor most van egy ajándékcsomagon. Mindegy, annyira jót küldtél nekünk reggel, annyira tetszett nekünk az SMS-ed, hogy már reggel bejelöltük, hogy valószínűleg esélyes leszel a naphallgatója címre. De hát attól még én vagyok. Attól te vagy, csak nincs ajándék, így van, tehát nem lesz bögréd és hát egyebed. Én már voltam 3-szor, úgyhogy... Ne csináld már! De Sanyi! No. Sorozatokról beszélgettünk, illetve beszélgettek jobbadán a fiúk, mert én a tévét már régóta kiiktattam az életemből. Én most kezdtem el újra nézni a Családi Kör első évadát Ransburg Jenővel. Durva. Na mindegy, szerettük. Sanyi, jó volt ez. Jó volt ez, nagyon ez a kis SMS. Úgyhogy köszönjük, nagyon jó hétvégét kívánunk neked, és hát gratulálunk a virtuális címethez. Szevasz, Sanyi! Neked is hasonló szép. Hello! Szia! Köszönte egyébként, csak pont kimaradt a vonal. De lassan tényleg búcsúzunk és elszadunk szabadságra, egy hétre pontosan, aztán hétfő jövünk, de hát van dolog, ami nélkül nem múlik el a 10 óra. Csabikám! Remek zenék? Ha megengeditek, mielőtt erre válaszolnék, egy jó hírt azért szeretnék bejelenteni. Te is, Szabira. Na. Az annyira nem lenne jó hír nekem, meg a hallgatóknak, mert annyira szeretjük mi egymást, hogy azért én inkább itt vagyok, hogy képzeljétek el, hogy a Klassz 2015 sorozatban folytatódik a Forma 1-es játék, tehát aki azt gondolta volna, hogy itt ezzel nálatok most véget ért, bejelentem, hogy nem. Borzongató. Jövő héten, hétfőtől péntekig, minden órában a kívánságműsorban és a Klassz délutánban Pirosnál megint csak meg lehet nyerni ezt a 3 napos lehetőséget, és ugye szemben azzal, amit ti játszottatok, ahol feltétlenül valamennyire ismerni kellett ugye a Forma 1-et, vagy rajongónak kellett lenni, hiszen akkor tudtál ezekre a nagyszerű, vagy néha nehéz kérdésekre válaszolni, mi azokra szeretnénk rámenni, akik szeretnék átélni egyáltalán az élményt. Nem feltétlenül kell Forma 1 rajongónak lenni, azzá lehet válni azáltal, hogy a Klassz FM megadja. Tehát zenei játék, ezt gondolom, ugye? Igen, figyelni kell a Klassz FM-et, ennyi. Nagyon nehéz feladat. És akkor most válaszolnék erre a kérdésre, hogy remegzenék-e? Persze, Wolfkatit mindannyian nagyon szeretitek, már sokszor volt vendége a műsorotoknak, és neki van egy új dala, az Utazás, és ezt szeretném hozni nektek, és tényleg nagyon ilyen útra lévő, vagy útra való dal. Igen, vannak azok a muzsikák, amit hallgatsz, és jó vezetni rá, és ugye? Olyan zakatolás van benne, a gitár, meg a főleg a dolba ad egy olyan tempót neki, hogy azt éreztem, miközben meghallgattam, hogy de jó lenne most beülni az autóba és vezetni. Igen. Hát ennyi. És például a Battery a Metallicától. Ennek pedig az a címe, hogy Utazás. Köszönjük szépen, Csabi. 061 555 55 00, ez Csabi telefonszáma. Mi elszaladunk, akkor is egy hét múlva találkozunk majd a szünet után. Jó pét. Köszönjük, szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébred. Ez volt már a Morning Show.